Szóval akkor lényeg a lényeg. Ez egy rövidecske kis sztori lesz, ja, amúgy kis nehezítések amúgy lesznek. Szóval, hogyha esetlegesen meghaltok, hát... Ez Ez van, van. Ez van, majd... Nevezd magadat máshogy, ahogy akarod, de mindegy, szóval lényeg a lényeg, hogy így kicsit nehezítünk, jó, itt a dolgokon, illetve majd a harcrendszerbe hoztam be egy kis változást, majd azt akkor, amikor odaérünk a dologhoz. Na, most előtörténet, ugye most nem kell semmi, jó, meg hasonló dolgok, hanem így az lesz, hogy annyi lesz a koncepció, hogy ti hárman így együtt utazgattok azért, mert az egyik városkában volt egy Evangelis nevezetű hölgyemény, egy fiatal hölgy, aki társakat keresett magának, tételezzük, hogy mondjuk most a déli városállamokba vagytok, jó? Tehát a déli városállamokban volt ez a hölgyem, hogy az Evangelis nevezetű, vagy csak szimple nevezzük Evának, vagy Évának, ahogy szeretnétek. Tehát ő keresett úgymond kalandozókat, vagy hát utitársakat, akikkel így együtt tudott utazgatni itt a déli városállamokba, és a lényeg, hogy ti jelentkeztetek erre a kis történetre, hogy jó van, hát akkor utazgassatok egy darabig együtt. Úgyis azt mondta a hölgyem, hogy nem kell, tehát nem szükségeltetik számára hosszasan ez az úgymond megvédés, vagy hasonlóképpen kéne kifejeznem magamat, hanem igazából csak annyi, hogy egy adott városkába szeretne ő eljutni, de hát nem nagyon szeretne izé unatkozni közbe. És akkor, mit tudom én, egy 2-3 napja vagytok úton, és azért szépen lassan besötétedik, és elértek egy kis falucskába, bár igazából nevezhetjük már kisvárosnak is, ott pedig kerestek magatoknak egy fogadót, és a fogadóba pedig ugye szépen lassan majd beszállingoztok. A hölgyem egy mondja, hogy hát akkor hölgyem és uraim, akkor itt meg szépen megszállunk, én kiveszek magamnak egy szobát, önök pedig, ahogy tetszik, úgy viselkedjenek, aztán majd reggel 6-7 óra környékén ő föl kell, aztán majd utána haladunk szépen tovább. Na, és akkor igazából annyi lesz, hogy most ugye az istálló meg ugye a fogadó környékén vagytok. És akkor itt kapjátok meg az irányítást a karaktereitek felett. Ki mit szeretne cselekedni. Este van, és mondjuk legyen olyan kora őszi évszak. Hát én bemegyek a fogadóba. Jó, Bubi, ez bemegy majd a fogadóba. Geri Balázs Geri. Szintén kiveszek egy szobát, és megiszom az esti söröcskémet. Geri? Ja, hát én megvacsorázok. Aztán kiveszek én is egy szobát, aztán megyek aludni. Hogyha lovak azok ki vannak kötve, minden meg van csinálva. Ja, hát akkor azokat izé, akkor megcsináltatjátok mondjuk ezekkel a lovasszióval, vagy lovasszlánya, vagy mit tudom én, mik vannak még itt. Ja, vannak egy-két izé fiatal kis lurkók, tehát mondjuk azt, hogy még megy le így a napocska, tehát azért még van egy-kettő gyerek környéken, így futkorásznak jobbra balra itt a fogadó hát, környékén. Na, vagy hát ugye be lovakat meg ilyenek. Jó, hát azokat akkor mind megfogja, azt akkor így beviszi. Na, akkor ahogy beléptek a fogadóban, szimpla egyszerű kis fogadó, tehát mit tudom, vannak bent K10 plusz 7-en. Mindjárt megnézzük, ez mennyi. Akkor vannak bent 6-an. Jó. Összesen vannak bent 6-an, akkor van a pultban van 3 darab izi emberke, abból az egyik ugye a kocsmáros, a másik kettő, az meg ilyen pincér felszolgáló lány. Azok ugye futkorasznak jobbra-balra, emeletre visz fel egy lépcső, és akkor fönt vannak a szobák. Na, hogy képzeljétek el? Tehát oké, meg kiveszitek a szobát, meg így úgy amúgy, de hogy mi lesz a sorrend? Hogy először kajáltok, vagy először fementek a szobába, és utána kajáltok? Kommunikáltok-e egymással, vagy mindenki úgy egyszemélyesen cselekszik? Hát igazából én kérdezem, hogy így kajálunk. Jó. Megkérdezem, hogy mi a legjobb étel ebben a fogadóban. Oké. Én addig meg... Ja, nem. Oké. Okay. Jó, amíg Geri forgolászik a fogadó közepét. Érzedem. Ez így, hello. Oda megyek a pulthoz. Jó, te is oda megyek a pulthoz, jó. Jó, hát a pultos, a kocsmáros izé elmondja Bobinak a menüt, a disznóba sült, mit tudom, micsodát, a párolt ezzel, azzal, amazzal, meg mindenféle finomságot. Azt mondja, így, ez lenne egy nagy menü, hogyha ezt szeretné, hölgyem.
Nincs más? Hát ez, ön azt kérdezte, hogy mi a legjobb. Ez jelenleg a legjobb. Jó, van. Akkor adjon valami jó bort hozzá, aztán. Jó. Meglátom. Mit? Hogy tényleg a legjobb. Hát, ja, úgy. Oké, okay, rendben. Jó, hát akkor majd elkezdik kézegetni. Igen, Geri? Mondom, akkor sem ugyanilyet, csak sörre. Jó, ugyanez csak sörrel. Igen. Balázs? Csak sört. Csak sört. Jó. Oké. Okay. Szépen lassan ízezik, kihozzák, majd nem tudom, ott maradtok a pultnál, vagy leültök valahova. Egyébként nem tudom, így az udvariakokat mennyire tűrik meg fogadókban? Hát most itt konkrétan itt megtűrnek. Akkor jó, akkor örülj neki. Tehát most ez a déli városállamok, most azért pont olyan kis nagyobb falucska, vagy kisebb város, ahol most így hirtelen így nem nagyon nézik a rasszodat. Hogy most így mi merre hány mérte. Biztos láttak már rajtad furábbat is. Vagy csak szkosnak tőled. Nem biztos. Itt most így konkrétan most nem látod így a nagy nézegetéseket. Hát jó, persze ott vannak a kisgyerekek, meg így ugye, meg az emberek is, akik benn voltak a fogadóban, azok is azért mindig ugye, tehát mindenkit azért jól megnéztek, mert azért nem minden napi egy hölgyemény, érted, bottal a kezében, egy udvari ork, meg egy nem tudom, hogy néz ki a Geri, de hát azért, na, biztosan. Kezeimben vannak égési sérülések, na, igazából. Ugye, hát akkor egy tűzoltó, na, szóval. Igen, egy tűzoltó. Az, majd azt meglátjuk. Na igen, tehát így nagyjából ennyi. Szóval akkor pultnál várjátok meg a cuccokat, vagy leültök valahova. Én pultnál várom meg. Igen. Nem jöttök le, kártyázunk együtt. Na. Ajánlok, azt mondják, inkább aludni. Én előbb. Megvárom, hogy szóljanak. Hát nem tudom, azt az esőt gondolom gyorsan megkapom. Hát azt gyorsan megkapod, ja. De hogy akkor utána. Mert akkor a Bubi leül, a Geri az pultnál marad. Amíg várakozik a kajájára. De hát kiviszik neki, miért maradott? Hát közben tudok a kocsmárossal beszélgetni? Tudsz, ha ott maradsz, igen. Jó, akkor leülök, az is hiszem a sörömet. Ja, akkor van-e valami különös a környéken? Hát hallott-e valami különöset vagy érdekeset? Hát azt mondja, hogy mostanában úgy semmit nem hallott. Jönnek-mennek az emberek, meg a különböző szerzetek, de egyelőre egy nyugisabb környék. Úgy semmi érdemleges úgy nincs. Van valami piacocska vagy fegyverkovács ebben a falu? Hát van egy kovács, de igazából úgy nagy piacunk úgy nincs. Tehát annyi, hogy van a fő tér, hogyha azt így lehet piacnak nevezni, de hát így nagyjából ennyi. Ott van a kovácsnak is a műhelye, meg egy-kettő ilyen kereskedő, tehát akik ugye így az élelmiszert lehet tőlük vásárolni, meg ilyesmi. Tehát nagyon minimalista. Szoktak kereskedők erre jönni? Hát azért szoktak, igen, mert ha azt nézzük azért a kereskedelmi útvonalnak, úgymond az egyik ilyen lágazódásán jöttetek el, és ugye úgy jutottatok el erre, szóval azért szoktak, igen. Tehát mondhatni azt, hogy az alapcikkek azért vannak. Uh-huh. De ilyen nagy különlegességek azért nem nagyon szoktak lenni. Ahogy Gergőnek mekkora az intelligenciája? Hatalmas, gigantikus. Majd megtudod? Ha megkérdezem, elmondom. Ja, de elkérdezed, bocsánat. Ja, majd hogy ott lesztek. Jó, egyelőre így ennyi. Igen, még valami? Amint Geritől? Semmi. Jó, akkor szépen lassan így megkapod a kaját is, meg akkor a másik hölgyem meg szépen kiviszi a Bubinak az asztalához. És én megköszönöm. Köszönöm. Jó, és akkor elkezdtek kajálni mind úttan, ahol vagytok. Jó. Kajál. Jó. Gergő különben? Jó, a pultnál kajál. Te meg az asztalnál. Meg ott van melletted a Balázs, aki meg issza a sörét. Amúgy Balázs szerint a Gergő miért antiszokkodik? Bubi, köpd ki a mikrofont. Meg hangosabban. Miért antiszociális az a kis bácsi ott a pultnál? Nem tudom. Nem is érdekel igazából. Na, tesszik a mentalitásod. Tessék. Kis vihető.
Jó, ennyi, oké. Na, akkor szépen lassan azért bekajáltatok, és akkor fogalmazunk úgy, akkor elfogyott a Gerinek is, meg elfogyott a Bubinak is. Annyit tettetek bele, amennyit szerettetek volna. Azt akkor utána hogy cselekedtek? Én kérek egy szobát, egy ágyasot. Jó, egy ágyas szoba. Többiek? Én is, meg lefürödnék. Jó, kapsz majd egy laborvizet. Egy laborvizet? Igen. Hát mire számítottál? Ennyi a kiszolgálás is? Igen. Istenem. Mi szóval én balacolban laknának ezek a szerencsétlenek. Ezt most hangosan mondod? Igen. Hát, hölgyem, sajnos ezzel tudunk szolgálni, ha nem tetszik, akkor nyugodtan kimehet a szabad ég alá is. Nem. Na, miért? Jó, oké, akkor Gerinek van egy szobája, meg a Bűnök is egy ágyas szobája van. Balázs, te milyen szobát kérsz? Nyilván egy egyeset. Jó, te is egy ágyasat, akkor megkapod. Jó, akkor mindannyian megkapjátok a szobához a kulcsokat, ami fönt van az emeleten. Jó, hát fölmegyek az emeletre, megkeresem a szobámat, kinyitom az ajtót, benyitok, Jó. aztán leveszem magamról a vérteimet, meg a fegyvert odarakom az ágy mellé, és bezárom az ajtót, aztán alszok. Jó van. Többiek? Szintén felmegyek és lepakolok, és ennyi durván. Jó, Bubi. Megtudok, mert a most minket aztán alszok. Jó. Oké. Akkor... mondjuk akkor mindannyian elaludtatok, legyen mondjuk ilyen este 10-11 óra környéken mindenki azért bealudt. És akkor nagyjából mindenki dobjon egy D6-ost, jó? Oké. Bubi? Nice. Ez Ez nagyon igen. jó, nagyon jó. Szóval, akkor lényeg a lényeg, hogy Bubi az fölkelt reggel 6-kor, arra aludta ki magát, a Geri majd 7-kor, a Balázs meg 8-kor fog fölébredni. Úgyhogy elsőnek Bubi. Bubi, szépen akkor fölébredtél, úgy érzed, hogy akkor most már ki vagy pihenve. Mi jót csinálsz? Hát én elkezdem kisminkelni magam, megfésülöm a hajam, meg ilyenek. Jó, az egy órát fog igénybe venni. Jó, akkor... Nem, nehogy itt kell, hogy én Akkor azt nem addig, akkor akkor jövünk a Gerire. De igen, szóval... ez egy fél óra kávé. Jó, akkor legyen egy fél óra. Jó, igen, és akkor utána... Utána nem megyek. Megnézem, mi a helyzet. Jó, hát levész, hát kora reggel van benne mondjuk egy D3... Szóval van bent kettő darab emberke a fogadó részen, meg ugye az egyik felszolgáló lány van még a pultban. Aki tegnap este még nem volt, úgyhogy ez egy új felszolgáló lány. Egy kora reggel. Megnyitva van az ajtó, látod, hogy így a napfény árad be rajta, meg az ablakokon is. Jaj, de romantikus. Hát azért annyira nem, de mindegy. Közben lószarszagát érzed. Igen. Be szivárogni az ablakon, ami nincs. De van. Azt mondtam, hogy ablak is van, de... De be van izébe. De mindegy. Hát ki van nyitva most? Csak hülyéskedik. Jó, igen, szóval Bubi lent vagy, és akkor ez így van. Akkor kérnék bármilyen gyümölcslevet. A micsodát? Egy gyümölcslevet, ha van náluk. Gyümölcslevet. Gyümölcslevet. Ne arra gudja, hogy de mi az a gyümölcslé? Tehát, hogy így. Nem hallottak még róla? Hát erre felé így nem, de hogyha el tetszik mondani, hogy mi merre hány méter, akkor így esetleg rájövünk. Vagy rájövök, bocsánat, mert egyedül van tényleg. Hát, akkor csak simán egy pohár vízet kérni. Vizet. Vizet. Hát... Kis de ezt most még egyszer, mert nem hallottam bele egy szót sem, meg halljuk kicsit közelebb, mert egyre halkabb vagy. borral dúsítva.
Fröccset, Bubi, fröccset. Hát, hogyha nem tudják nézni, hogy nőcsli, akkor a fröccset se tudják. Hát, de. Azt tudják, Bubi, középkor, kocsma. Érted? A fröccset ősi, mint a gyümölcsli. Hogyha vizet kérsz, kiküldenek a lóhoz, hogy ott figyelj, középkor, igen, azt elmondom még egyszer, középkorban a kocsma bementi, azt mondta, hogy kérek szépen vizet, két mondat hangzódhatott el. Az egyik az, hogy menjék ki a lóitatóhoz, hülye gyerek, a másik menjék ki a patakhoz, hülye gyerek. Tehát így nem adnak ki, vagy ott van a kút, ugorjál bele, hülye gyerek. Tehát ez még a harmadik opció, esetlegesen. De így nagyjából igen. Tehát kocsmában akkor... alkohol van. Kitalálom egy. Szóval adok rá egy akarat átvitel. És az akarat átvitellel találjon nekem egy gyümölcsöt is. Tegyék ki annak a levé. Fáj a testem. Make it stop, please. Érdekel, hogy becsülj. Na, és itt van Bubi, aki kora reggel azzal kezdi, hogy pazarolja a pszit. A manát. Nem a pszit, a manát. A még jobb. Jó, Bubi, mondjad akarat átvitel, mondjad az értékeit. Akarat átvitel, négy manan ez, egy percig fog tartani körülbelül. Egy erősség az kb. Mennyi? Ha, elfelejtettem, hogy itt fogjam. Jó, igen, meg még akkor dobja hozzá egy D10-et. Okay. Jó, oké, akkor ez is sikerül, és akkor mi az akarat átvitelnek a vizéje, igen, pontosan. Találjon gyümölcsöt, facsarja ki a levét, hozzá nekem. Jó, a csaj fogja magát és kimegy a fogadóba. Vagy viszont? Komolyan, Bubi. Jó, közben Geri fölébredsz. Addig leülök és várom. Jó, te addig levisz és válsz. Geri, te közben fölébredsz. Szeded ki a csipát a szemedből. Mármint nem a Hooligansnak az énekesét, hanem a... Tehát kiszedem a csipát a szemedből. Igen. Megfogom a szaróvedrömet, jobb lesz. Jó, egyre részletesen azért nem kell. Tehát, jó, oké, tehát felszerelésként. Ugye, nyilván ugye fantasy környezetben vagyunk, tehát a Gyűrűk urában se láttunk soha senkit se, hogy elment volna vizelni, meg hasonlók, tehát ezek szerint fantasy környezetben ugye nincs ürítés. Csak kajálás van és zabálás, szóval igen. Jó. Ezért nincsen soha se fantasy környezetben WC. De amúgy. Mindegy, tehát felveszem a szuccaimat, ugye posztót meg rá a vizét. Bőrvértet. Meg a fegyveremet is összeszedem, azt lemegyek. Jó. Oké. Lemész, aztán látod, hogy a Bubi ott van a pultnál, rajta kívül még két emberke, ül az asztalnál, a pultban meg sehol senki, tehát semmilyen felszolgáló. Nyitva van az ajtó, nyitva van a napfény. Tehát nyitva vannak az ablaknak ezek a rései, ezek a... mi az? Amit így beszoktak csukni, ja, ezek a redőik. És akkor dől be a napfény, igaz, hogy már egy kicsit magasabban van a nap, de azért erőteljesen. Úgyhogy ott van érszem. A Bubi, és ott így vál így a pultnál, hogy faszom. Kérdezem, hogy te mire vársz? Kérti mörcsöt? Nem. Jó. Kaját kérnék, de nincs a pultos, ne? Bárki szép. Vagy pultos. Majd menj el a piacra, itt várjál. Ja. Hát kimegyek, megnézem, hogy a... lovak még megvannak-e, meg ellenőrzem a felszerelést, aztán meg... Jó, az így mind megvan, ha van valami piacakkor oda kimennék. Jó, akkor elindulsz arra felé kifele, azt akkor oda is érsz a piachoz. Hát látod, hogy mit tudom, van két-három árus, aki az egyiknél van... Kajárus van. Ja, kajárus is van, meg van ilyen textiles, tehát ilyen ruházatos, meg mit tudom, lesz majd a harmadik, majd azt kitalálom, igen. Megyek kajárushoz, veszek tőle valami kolbászt, meg kenyeret. Jó, oké. Hát akkor ezt meg is teszed, gondolom ki is fizeted. Na, kifizettem, megeszem. Ott utyájbe, így instant. Hát... igen. Azt hittem, hogy el akarod magadnak raktározni, de jó. Dehogyis, ha van ott, csak... Jó.
Érted? Okay. Az az útra kell. Jó, és utána miután megkajáltad? Hát visszamegyek. Jó. Megnéztem már a lovakat? Az beleszámolt? Az persze, az beleszámoltam. Jó, hát akkor visszamegyek aztán így. Jó, visszamész aztán, izé, majd beérsz majd a izéhez. Ébresztem a Balást. Hát, Csaj mondta, hogy melyik szobát veszik ki? Nem. Nem. De a lényeg az, hogy amikor így már lassan ott vagy a fogadva előtt, így érsz vissza, akkor Balázs így szépen lassan fel fog ébredni, úgyhogy Balázs most felébredté. Igen. Bubi, nálad semmi változás abban az egy órában, tehát ugyanúgy vagy a bult előtt. Mármint kérdezem. Bubi? Olvasok valamit. Jó, olvassad. Jó, addig Bubi olvas a pultnál, jó, oké. De az is felég is emlék. Jó, akkor Balázs felébredtél, igen. Felszerelkezők és lemegyek. Jó, lemész, aztán ahogy leérsz, így látod, hogy a Bubi ott van a pultnál, valamit olvasgat. Elővette egy a könyvét, rá van írva, hogy mágus. Meg, hogyha tudsz írni, olvasni, ha nem, akkor csak krikszkraksz. Nem tudok írni, olvasni, ork vagyok, mit vársz? Hát jó, hát mit tudom én, udvari ork. Szóval, és akkor mi az? Ugye, és a Geri meg most lép be a fogadónak így az ajtaján, úgyhogy így ennyi. És hát, így a hármatokon kívül az a két muki van. Akik így egymásra beszélgetnek. Mi a pultos meg sehol. Hát jó reggelt! Hát szép jó reggelt! Hol a negyedik utitársunk? Igen. Ötletem sincs. Valamelyik közé segíthetek Kittit, megkérdezed? Nem, micsoda? Hát a pincércsaj. Hát tudják, hogy melyik szobában. De nincs itt. De semmelyik izé? Hát egyetlen egy pincércsaj volt, azt a Bubia így... Ja. Hát akaratát viteltette. Te. És meg kéne keresni? Vagy hány szoba volt fönn? Mit tudom én, volt egy 7. Jó. Yeah. Akkor bekapogok mindenkihez. Faszon. Várj, ez durván hány órája lehetett? Micsoda? Hogy utoljára találkoztunk a hölgyeménnyel. Hát, mit tudom én, este 9-re értetek be, vagy este 8-9-re, ő fogta magát, vett egy szobát, fölment, aztán azóta nem láttátok. És most ilyen 8-9 között van. Ja. Reggel. Ja, nagyjából. 12 órát nem a frissebb nyomnak számít, tehát 15% esélyem van rá, hogy a szagából meg tudom mondani, még szobában van. Ez így van. Na hát akkor... Mondjad. Tudod, hol van? De akkor dobnom kell díszre. Ez így van. Te mióta lettél nyomkövető kutya? Hát az orknak hát, ilyen erős... Mióta ork vagyok. Mert az orknak erős a szaglása, úgyhogy ki tudja szagolni ki merre hány méter. Hát ezt pont nem tudom megmondani. Úgyhogy pont nem. Már annyira különböző szagok vannak, hogy így totálisan így elveszted. Tehát érezni érzed a szagát, de hogy pontosan így most merre. És hogyha fütyülök, akkor utána jössz? Próbáld ki. Ezt majd mindjárt meglátjuk. Szóval meglátjuk, hogy a Balázs hogy fog erre reagálni. Meg akarsz hallani. Rövid egy kaland lesz. Elveszítettem a dobást, de 10-es módosítóval újra próbálkozhatok. Ez azt jelenti, hogy ezek szerint, hogy hát 10-es módosítóval, ami az annyit akar, hogy most már csak 5% esélyed van. 10-es módosítóval. Ez így van. Tehát 5% esélyem lesz rá. Értem. Akkor hagyjuk. Jó. Akkor én fölmegyek. Igen. Aztán bekopogok valamelyik ajtón, amelyik nem az enyém. Jó, beiken kopogsz be, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és akkor legyen azt, hogy mondjuk a harmadik a te ajtód. Akkor 1. Jó, sehol semmi. 2. Azon sincs sehol semmi. 4. Jó, akkor mielőtt végig kopottatja az összeset, akkor igen, szeretném impával megnézni, hogy melyikben vannak egyáltalán. Na, ugye? Szóval, Balázs így megnézi, az első két szoba, meg igazából annyi a lényeg, hogy az első két szoba az a Bubié volt meg a Balázsé, de mindegy, szóval... De most ezt, hogy honnan tudhattad volna, érted? Most mindegy. Hát igen, ezért mondom. Igen. Ők meg mind nem mondtak róla semmit. De szóval ugye a lényeg, igen, hogy Balázs így körbepásztázni, és így látja, hogy a hatos szobában van egy hőfolt. Nagyjából ugye szoba közepén. Hát gondolom bekopogunk, vagy valami. Gerit küldöm előre, mert szégyellős vagyok, amúgy nem, de menjen.
Jó, van, mélyebb a hangom. A te hangod mélyebb. Hát akkor mondom, hogy kösz. Igen. Aztán hatos szobához bekopog. Jó, bekopogsz, nincs válasz. Akkor erősebben kopog. Jó, még mindig nincs válasz. Akkor szólok, hogy Evangele, gyere már ki, mennénk. Még mindig nincs válasz. Nyitva van az ajtó? Ki hát, tudom nyitni? Ha hát megpróbálom? Be van téved, meg lehet próbálni. Hát szeretném megpróbálni kinyitni az ajtót. Jó, akkor ányit és nyílik az ajtó. Oké. Okay. Egy hőfoltot láttam a szoba közepén, nincs válasz. Vagy nagyon kiütötte magát, vagy nagyon... Na. Nagyon meghalt, igen. Vagy nagyon meghalt csak. Nagyon meghalt. Hát jó, benyitok. Bemegyek, gondolom. Jó, hát benyitotok, és igazából hogy azt látjátok, hogy a szoba közepén így térdel, és ja, a szoba közepén térdel, és az ablak felé néz, tehát nektek háttal van. Akkor nem zavarom, mert fogalmam nincs, mit csinál. Én felmegyek hozzá. Bubi, te miért mész fel hozzá? De Bubi, te nem tudod, mi történik, te várat a gyümölcsfára. Azért kérdezem, Bubi, hogy milyen indítatásból indulsz felfelé. Azért már eltűntek a többiek, és tudom, hogy a csajt keresik. És honnan? Hát, hogy kérdezték. Hát, mert megkérdeztem, hogy hol van, és elkezdtük keresni. Halló. Na, hát akkor Bubi is akkor fölindult, akkor így két perccel később, hogy faszom, inkább jó lenne igen a többiek lenni. Hát akkor én így nézem, hogy Éva, korítottam így. Mindegy. Szóbi. Igen. Hogyan térdel? Tehát úgy, mint hogyha mit tudom én, imádkozna, vagy ez olyan természetellenesen, vagy hogy? Tehát mint hogyha imádkozna, igen. Na, csak ezt így nem akartam így kivondani, mert most igazából, tehát mivel egyik ötöknek sincsen vallásismerete, ezért próbáltam úgy fogalmazni, hogy na. Na, felmegyek. Jó, nincs vallásismeret, de azért csak felismerjük, ha imára kulcsolja valaki a kezét. Nekem van vallásismeretem. Hát a Bubinak amúgy van, igen, de a Gerinek meg vallásnak biztos, hogy nincs. Akkor nem tudom tovább, és így megvárom, hogy végezzem, vagy valami. Jó. Ezt csinálja Balázs. Geri, igen, te? Jó, hát mivel én nekem fogalmam sincs róla, mit csinál. Igen. Ezért én... De Geri, neked tűzvarázslóként nincs vallásismereted? Nincs az neki. Én felértem meg. Azt tudom, hogy Sogronita vagyok, és kész. Még megvárom a Gerit, igen. Én felértem. De megyek, és akkor még megvárom a Gerit, azt mindjárt egy Bubi, igen. Tehát megnézem, hogy így mi van, és akkor mondom, hogy Éva vagyok. Jó, hát... Így hallod, hogy így halkan mondja, hogy egy perc, jó? Mindjárt végzek. És akkor közben így halkan mormolgat még tovább. Mondom, hogy lent megvár. Jó, arra már nem mond semmit. Kimegyek, bezárom az ajt. Nem zárom be, becsukom. Jó, becsukod. Jó, és akkor Bubi meg odaért, hogy... Hogy? Ti mit csináltok itt? Kerestük Évát, hogy mit csinál. És megvan Éva? Meg. Igen. Megvan, Bubi. Neked csak megfáj. És a pultoslan megvan? Ő? Remélhetőleg nagyon-nagyon rostos narancslövet készíthetünk. Mit? Mindig. Mi az a narancs? Mi az a rost? Mi az a lé? Ki vagy te? Ibi. Na igen, szóval. Jó, mindegy, menjünk, készítsük elő a szekeret, meg a lovakat. Van szekerünk? Hát lovaitok vannak, mind a... Hát akkor a lovakat. Bár most várjál, Baleset tudsz lovagolni? Harcosként alapból megkapom. Ja jó, oké, akkor... Bubi, te tudsz lovagolni? Igen, tudom. Jó, oké, akkor minden négyeteknek van nézi lova, igen, jó. Oké. Mert hogyha valaki nem tud lovagolni, akkor nyilván oda teszek egy szekeret, hogy eddig hogyan utaztatok.
az éna. De akkor igen, mind a négyetöknek igen vallóvá. Hát akkor lementek, azt akkor várakoztok, addig meg ugye látjátok, hogy a kocsmáros paculák az így megjött, aztán így kérdezősködik, hogy hát hol van az izé, a pultos csaj? De én nem tudom. Hát... Fogalmam nincs, amikor lejöttem, már nem volt itt. Ön tudja, hol van a legközelebbi hely, ahol gyümölcsöt lehet szerezni? Gyümölcsöt? Hát közeli erdőbe, tehát így máshol itt nem nagyon. Uff. Én azt keresném. Az erdőben. Kicsit, meg tudom szintetni a varázslatot amúgy? Hát, már nem. Ezt mondjuk egy olyan 2 órával ezelőtt kellett volna, de mindegy! Hát de már biztos lejárt! Hát, ja, ahogy. Persze, igen. Jó, mindegy, ott ennyi van, tehát... Egy barna medvéhez, nálad van gyümölcs. Basszus, lehet megöltem. Igen, Bubi, jó, hogy leesett. Na mindegy. Na mindegy, szóval. Jó, hát akkor kimentek akkor a lovakhoz. Készítsük fel őket az jó, útra. Fölkészítitek őket, úgy, ahogy van. Közben akkor jön le Eva is. Hogy na akkor, uraim, hölgyem, minden kész. Persze. Minden jóságos. Váltunk tovább. Jó, akkor azt mondja, hogy akkor kolóra fel, aztán akkor megyünk szépen tovább. Elvileg készleteink azért még kitartanak a következő városkáig, ha minden jól alakul. Szegény csaj, még mindig azt a kóra gyümölcsöket. Hát biztos lejárt, hát biztos inkább csak meghalt. Biztosan csak meghalt. Végülis az se rossz. Na mindegy. Na, akkor szépen fölpattantok így a lóra, Eva is még közben így igazgatja így a lovát. Aztán egyszer csak így fut egy fiatalabb úriember oda így hozzátok. És akkor így először is ugye Evát szólítja meg, hogy asszonyom, kérem, várjon, segítsen egy pillanatig, és akkor vagy megáll, hogy miben segíthetek? Azt mondja, hogy jöjjön, kérem, hatalmas nagy probléma van, kérem, segítsen, és akkor mondja, hogy jó, de mi? De hát, hogy gond van, jöjjön, nem tudom elmondani, de szörnyű tragédia van, jöjjön, kérem. Hát akkor mondja, hogy jó, akkor én megyek. Uraim, hölgyem... Jönnek, de akkor én nekem most mennem kell, mert most megnézem, hogy mi ez, mi történik itt. Jó, akkor Geri megy vele. Nyilván megyek vele én is, mert arra volt a kérés, hogy menjünk vele, nem? Hát hogy kísérjük. Ja, hát meg hogy védjük meg a segítséget. Oké, igen, Bubi? Hát akkor én is nyilván. Jó, oké, akkor szépen lassan egy elindultok, és akkor az egyik házikónál már nagy a csődület, a tömeg, így úgy amúgy, meg a jaj veszélykelés, meg jaj, mi történt? És akkor a fiatal srác az így mondogatja, hogy félre, itt van a papnő, majd ő segít rajta. És akkor így hát a papnő az így szépen így eltűnik bent így a háznak így a sűrűjében. Ti mit csinálkedtek? Kérdés, hogy nézem, hogy papnő. Hát utána megyek. Jó, te is utána, jó, ilyen Bubi? Na, akkor lényeg, hogy akkor szépen lassan mind a négyen így bementek. Na, következő a szituáció, hogy van egy kis család, egy apuka, meg egy anyuka, azok így jajveszékelve így ülnek az ágy mellett, ahol van egy kislány. Na, a kislányon így enyhén látszik, hogy valami gond van vele, tehát hogy... Nem. Reggel korán? Hogy a picsában? Szóval, annyi a lényeg, hogy a kis sajon így azt látjátok, mintha így kurvára nem lenne benne víz, tehát mintha kiszívták volna. Tehát nagyon össze van aszódva. De lélegzik meg minden, csak így eléggé szar állapotban van, és hát akkor ugye az Evátok, a papnőtök is így odalép, és akkor így nézegeti, hogy te jó Isten. Figyeljetek, igen, tehát te jó Isten, hogy mi történt ezzel a gyerekkel? Akkor mondják így közben jaj veszékelve, hogy hát kint játszottak az erdő szélén, aztán csak így a többi gyerekkel játszottak kint az erdő szélén, aztán meg már csak úgy hozták be, hogy így volt. És nem tudjuk, hogy mi baj van vele. Azt mondja, hogy jó, akkor megnézi. És akkor elkezdi vizsgálgatni, mi merre, hány méter. Ti addig? Én megkezdem a szülőket, és a többi gyerek merre van? Hát a többi gyerek azt elküldtük, hogy ne legyenek itt, mert hát mégiscsak ez egy... Úgy és gondoljuk, ez felnőttekre. Hát hol van? Haza küldtük őket.
a lakásban. Mit, az, egy, az egyik mondja, hogy nálam van az összes izé gyerek. Azt mondtam, hogy menjenek be az én házamba, aztán legyenek kísérj ott. Ide. Jó, igen, többiek. Az Gerinek akkor majd úgy lesz. Tud beszélni ellen? Nem, semmit nem tud. Azt látod, hogy lélegzik meg minden, de hogy nagyon, nagyon gyenge. Akkor emlékolvasás. Jó, mondd az értékeket. Egy van a pont, kettes erősség. Meddig tart? 5. Jó, és akkor dobj egy D10-est még. Új. Jó, az jó. Az 11-es erősségű, jó. Azzal át fog ütni. Oké, akkor egy időpontot kérek. Hogy emlékolvasásban, hogy melyik az az 5 perc, amit szeretnél látni az életéből. Mikor hozták vissza a lányt? Azt nem mondták, most már végbe ment a varázslat. Úgyhogy, úgyhogy most már ki kell találod az 5 percet. Hát ez nem jó. Hát, jó, fél órával ezelőtt. Jó, fél órával ezelőtti állapotot igazából így annyit érzékez belőle, hogy az erdőben játszadoztak. Elmegy ott a kocsmáról. Nem. Annyit érzékez, igen, fél órával ezelőttről, hogy a kislánynak a szemszögéből vagy, és játszadoznak az erdőben, tehát bujócskáznak. És annyi a lényeg, hogy az egyik kis bokorban bújt el. Többiek azok így próbálják őt keresni, tehát ugye nyilván ugye nem találják meg. Aztán egyszer csak azt veszed észre, hogy így a lába, tehát most próbálom, hogy az ő szemszögéből mesélni a dolgot, hogy a lábadra valami így rátekeredett, és egy hatalmas nagy erővel így elkezdi húzni a kis csajt. Tehát nyilván ugye az van, hogy elkezdi húzni őt a földön, és elkezd sikogatni, mint a rohadt élet. Közben pedig folyamatosan érzel ilyen fájdalmat, mint hogyha így az életerő így áramlanak ki a lábadon keresztül abba valamibe, ami elkapott. És akkor annyi a lényeg, hogy a többi srác, meg ugye a gyerekek, azok így futnak utána, így ugye amúgy is elkapják a kezét, és ugye próbálják ugye visszahúzni. Azt egyszer csak azt érzed, hogy így az akármicsoda, ami elragadta a lábadat, megragadta a lábadat, az így elenged, és a többiek azok meg így a kezükbe hordva így futnak ki veled az erdőből, és közben meg elájulsz. Szóval neked ez így ennyi, Bubi. Balázs? Te addig hát, mit csinálsz, amíg a Bubi... Tehát, most tehát a Bubinek ez most egy ilyen 5 perces ilyen kis mormolása lesz közben. Tehát ő 5 percig a kőnek így most így off, amíg ő ezt így átéli. De azt én tudom, hogy Bubi egy varázsló, ugye? Igen. Meg azt is, hogy Geri egy tűzvarázsló. Gondolom, igen. Valószínűleg akkor igen. Akkor... Nagyjából tudom, hogy most Bubi próbálkozik valamit kideríteni, ennyit sejthetek azért. Igen. Hát megvárom, még visszatér közénk. Jó, meg közben ugye a papna is ugye ott úgy nézegető, mi merre hány méter. Jó, tehát akkor ti hárman a kódba ott benn maradtok. Mi? Na, én? Nem te, én hanem az papna. Én. Jó, bocsánat. Hogy akkor a Balázs akkor ott marad a Bubiékkal. Tehát a nőkkel marad a Balázsna. Jó, tudom. Na. Én részem? Ja, akkor menjünk a Gerire, akkor csak egyedül mész, Geri. Jó, hát akkor fog téged a férfi, és akkor mondja, hogy hát akkor kövessen uram, azt akkor elvezet az ő házához, és akkor az ő házába pedig megtalálod azt a három fiút, meg még két kislányt, akikkel ugye kint játszott, csak még ezt ugye nem, tehát jó, de azt tudod, hogy kint játszott, na. Igen. Na, és akkor mit cselekszel, hogy cselekszel, mit mondasz? Hát, már ott vagyok benne. Jaj, betessék. Köszönöm igen. Nekik, hogy sziasztok. És akkor hallottam, mi történt a barátotokkal, és szeretném kideríteni, hogy is volt ez. Ja, hát akkor ők is így hebegve, habogva, meg ugye sírás közepette így azért elmondják, hogy ők csak kint az erdő szélén játszottak, ugye bujócskáztak, és a kislány, azt nem találták meg, egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy az ő hangják, az ő sikítását így hallják, és akkor így azt látták csak, hogy a földön így kúszik, de hogy visszafelé, hogy valami húzza.
És nem igazából láttuk semmit, semmit nem láttunk, semmi hangja nem volt, és hát ilyen kicsit olyan kaparászós, meg olyan fura hangokat, tehát ilyen kaparászós hangokat hallottunk, de nem láttunk semmit, csak az, hogy sikítozik a kis barátnőnk, és egyből reflexből így fogtuk a karját, hogy visszahúzzuk, és egyszer csak így elengedte az a szörny, az akármicsoda, nem tudjuk tényleg. És így egyből futottunk vissza gyorsan, hogy mi van, meg össze volt oszva a bőre, mint hogyha nem lenne benne víz, vagy nem is tudjuk. Olyan, mint amikor ugye... Te kiszívták volna? Úgy nézett ki, mint azok a halak, amiket... Igen, olyan, mint hogyha kiszívták volna, tehát olyan, mint amikor a halat így kiszoktuk így rakni, és akkor így kiszárad totálisan. Aha, értem. Tehát így ennyit láttunk, de tényleg fogalmunk sincs, hogy mi volt az akármicsoda. Jó, akkor most téged kérdezlek, Szavi. Engem, igen. Legenda ismeret, tudok erről valamit? Legenda ismeret? Igen. Hát, nézd, így a... Alapfok legenda ismeret. Ezért vettem föl, csak mondom. Hát fogalmazzunk úgy, Geri, hogy ami most egy eszedbe jut a Bestárium című könyvből, és ami igen. Így eszedbe juthatna, hogy mi lehet ez az akármicsoda, így ezek alapján, azt így engedélyezem, hogy most így neked. Tehát így esetleg... Megnézzem? Hát vagy most emlékezetemben? Hát most így emlékezetedben, hogy most így mire tippelhetsz esetleg. Tehát így arra gondolsz, hogy ez akkor valami szörnyféle lehet, vagy akármicsoda. Tehát nem nézhetem meg. Értem. Hát utána olvashatsz, hogyha most így nagyon-nagyon szeretnél, hogyha hát most így vannak így tippjeid. Jó, hát... Én akkor megköszönöm a gyerekeknek, mondom nekik, hogy ügyesek voltatok, köszönöm, nagyon-nagyon jól cselekedtétek, vagy megmentettétek a kis barátotokat. Segíteni fogunk nektek. Jó, csak köszönjük meg minden, és akkor így utána mit cselekszel? Hát megköszönöm a csávókának is, aki ugye idehozott, aztán pedig visszamegyek, közben pedig elolvasom a Bestiáriumot. Jó, oké, okay. Közben Geri is így visszamegy. Jó, közben Bubinak meg így lejár az 5 perces izéje, története. És akkor így visszatér úgymond a saját világába. Na, Bubi? A papnő mit csinál velük? Hát a papnő az így vizsgálgatja meg hasonló dolgok, és akkor így mondja, hogy fogalma sincs, hogy ez így mi, merre, hány méter, meg ugye próbálj kérdezni így az embereket, hogy mi lehet ez, vagy mi történt veled, de ott azok ugye így hebegnek, habognak, és akkor mondja, hogy hát akkor majd ő így szépen így majd segít rajta, és akkor így elkezd imádkozni, meg ugye ráteszi a kezét a gyermekre, aztán valamit móklászik majd rajta. Hát, hogyha most azt csinálja, akkor nem zavarom, akkor a legenda ismeretemmel mit tud csinálni? Az alapokúval. Hát ugyanazt, amit a Geri, hogyha olvastad a Bestárium című történetet, akkor... De nem olvastam. Hát figyelj, Bubi, tehát... igazából ez bármi lehet. Tehát most, hogyha így azt nézzük, hogy ugye nem láttad, tehát most teszem szögetben mondom, tehát ugye te se láttad, hogy mi az az akármi. Tehát valami ráfacsarodott a lábára, és utána meg szépen lassan így elkezdte úgymond kiszívni belőled úgy az életerőt, meg úgymond a nedvességet. Azt így érezted magadból. Na most ez igazából az élőhalottól elkezdve a vérszívókon keresztül szinte bármi lehet. De nem gyanakszol úgymond ilyen démonikus akármire, vagy ilyen dolgokra, de mindenképpen úgy érzed, hogy ez valami szörnyszerű. Akármicsoda, meg nem nagyon tudsz így fölidézni így a 20-as IQ-ddal, meg így a varázslói mozaikokból, hogy lenne bármi olyan varázslat, ami ilyet tenne, hogy így ráfanyalodik így a lábadra, és így úgy szívná ki belőled az életerőt, meg a nedvességet. Tehát te is így arra asszociálsz, hogy ez valami lény, de hogy ez mi lehet, azt így fogalmat sincs. Hát akkor azt elmondom Balázsra. Jó, azt akkor ugye mondod Balázsnak, meg közben odaért a Geri is. Akkor kiderült, én is azt kérdezem, azt hallottam, hogy valamilyen sel, ilyen kapargató hangot hallottak a gyerekek, hogy ők is játszottak az erdő szélén. Aztán azt látták, hogy egyszer csak elkezdte valami behúzni
a kislányt, aztán megmentették, és idehozták. Igen. Hát, én is azt mondom, hogy behúzták a lábánál fogva, és fájdalmat érzett, erős fájdalmat. Aztán idő után... És nem volt semmi egyéb? Hát elkapták a lábánál, ennyi. Ő nem hallott. És mi kapta el? Azt nem láttad? Nem láttam. Jó, így Eva így mondja, hogy uraim, hölgyem, ezt mindenképpen majd ki kéne vizsgálni, tehát meg kéne nézni az erdőbe, de hogy megnyugtassuk itt a környezetet, tehát hogy semmi gond nincsen, jó, tehát urai vagyunk a dolgoknak, hogy akkor majd ezt minden intézzük, úgyhogy nyugodtan menjenek haza, a szülők is nyugodtan üljenek le, jó, hogy mindentől kezünk ügyébe tartunk. Addig, mit tudom, egy kis tea vagy valami, hogy igyanak, meg hogyha gondolják, akkor nyugodtan menjenek vissza, tehát nektek szól, hogy nyugodtan menjetek vissza a fogadóba, aztán lovaknál, vagy szobába, vagy valahol. Mert őnek ez most egy sokáig fog tartani, jó? Ez egy vámpírfa. Lehetséges. Hát... Nem, mert csak az elátkozott vidéken található meg. Sose lehet tudni, igen. Jó, tehát... Na, szóval így ennyit mondott így az Éva, igen, és akkor mit cselekeztek? Hát mi nem mennyit is. Hát én megkérdezem Évát, hogy így... Hát elmondom neki, hogy mi volt a gyerekkel, hogy mi történt vele, és így... Hogy ismeri ezt a lényt, vagy pedig találkozott-e már ilyen lénnyel? Ő azt mondja, hogy nem, hogy ő nem hallott még ilyen akármi lényről, ami így rácsavarodott volna valakinek így a lábára, és így húzta volna magával. Főleg úgy, hogy most az elmondásuk alapján, tehát hogyha ez valamilyen szörny akármicsoda lenne, akkor elvileg a gyerekeknek kellett volna látni. Hát, hogyha mondjuk ilyen karja van, vagy akármicsoda. Én... De hogyha olyan lény, ami ki tudja nyújtani a végtagját, tehát de hogy így akkor is. Én olvastam a bestiáriumot, és ismerem a tanulmányaid alapján, igen. Tanulmányaim alapján, igen. Ezt tanultam. Igen. Meg legenda ismereted alapján, te arra következtetsz, hogy... Én arra következtettem. Mi nem a bestiáriumot olvastam, igen. Nyilván. Hogy ez egy vámpírfa. Csak egy gond van, hogy ezt a vámpírfát... állítások alapján csak az elátkozott vidéken lehet megtalálni. Viszont ugyanúgy néz ki, mint az összes többi fa, viszont életet szível attól, akit magához húz. Igen, de ez a vámpírfa, ez képes arra, hogy a folyadékot is elszívja? Az áldozatból most? Bocsánat, így mondja így a szülőknek, hogy most így mondja, de... Mert nem tudom, hogy én nem láttam soha életemben vizét, vámpírfát, meg hogyha azt tetszik mondani, hogy az átkozott vidéken van, mi meg itt vagyunk a déli városállamokban, hát azért az egy 5000-nyi mérföldre van innen. De hogyha valóban az, akkor is probléma, hogy itt az erdő szélén van egy ilyen akármicsoda. És azért ezt nem hagyhatjuk, hogy ez így maradjon. Ez semmiképpen se. Annyit tudok még, hogy ez a fa csak azokat tudja megtámadni, akik beléptek a területére. Uh-huh. Ez jó, hát végül is igen. Úgyhogy nagyjából már tudjuk, hogy merre tartózkodik ez a fa. Igen. Biztosan fáról van, lehet? Hát, ez egy olyan fa, ami tehát az évek során folyamatosan változik, és nagyon, tehát egy év alatt, tehát viszonylag sokat nő. Uh-huh. És minél idősebb, annál erősebb. Az úgy nem jó, igen. Tehát ezt minél előbb kéne kiírtani. Az úgy biztosan igen. Hát most de... igen. Az a lényeg, hogy mindenféle trükkel próbál magához csalogatni ilyen létformákat. Uh-huh.
És a elmondások alapján, amit a gyerekektől hallottam, ez ilyen nem is tudom, egy csikorgó hangot hallottak, és hát ez ilyen jellemző szokott lenni. Uh-huh. Jó, én nem nagyon értek hozzá. És tehát amint tehát amint távolodni próbál az illeté tőle, rögtön elkapja a lábait, ami így ez történt, ugye? Igen. Tehát valószínűleg ezzel van dolgunk, egy vámpírfával. Jó, hát akkor szerintem itt mindenképpen akkor cselekedni kell, minél gyorsabban, mert az idő ezek szerint ellenünk dolgozik. Tehát ezek szerint minden hát egyes perccel kicsit azért erősebbé válik. Jó, én itt maradok a kislánnyal, mert ez kicsit hosszú folyamat lesz, amíg visszatöltöm az épéit. Na. Jó. Szóval ezt én most így itt maradok, de akkor hát ismerem azért magukat ez alatt a két-három nap alatt, szóval azért tudom, hogy ezt azért meg tudják oldani. Ha kell fizikai erővel, néz a Balázsra, ha kell humbukkal, vagy hát ízik. Ha kell, akkor az univerzum erejével, igen, akkor inkább úgy fogalmaz. Univerzum ereje. Ja. De. Az univerzum nem kedvel, ezért nem válaszol. Hívjál vissza később, igen. Ja, úgyhogy magukra bízom akkor ezt az ügyet, jó? Tegyenek beleadásuk szerint. Én még gyorsan elolvasom az egészet, a vámpír. Jó, oké, addig a többiek. Amíg a Geri így kutakodik a saját elméjében, amíg így masszírozza így a fejét. Igen, így gondolj, mint a pici macka. Hallottam már erről valamit, hogy pizza? Ja, igen, igen. Igen. Pitagorasztét, Ja, igen, a logaritmusos egyenlet, baszki, ez nem az. Nem logaritmus, vámpírfa. Igen. Szóval igen, Bubi Balázs. Hagyjuk magára? Hát, őszintén ötletem sincs, hogy mi ez a vámpírfa, vagy hol találjuk meg. Úgyhogy majd, ha úgy tudjátok, hogy merre menjünk, akkor oda vezettek, én meg levám. Hát én tudom, hol van a helyszín. Ez mind szép és jó, de lehet, hogy ketten nem ajánlatos elindulni. Hát igen. Hát majd... Készítsetek tervet! Többet kéne tudnunk erről a vámpírfáról. Úgyhogy megvárjuk Gerit. Jó. De addig is lehet így gondolkodni, hogy fa. Hát esetleg tehát csak akkor tud támadni, hogyha belépünk a területére, tehát a távolsági támadások azok teljesen jók lesznek. Uh-huh. Értelmes lény? Nem. Ez egy fa. Okay. Hát de ez egy fa. Akkor gyújtjuk fel. A fa remek lény. Amúgy magas intelligenciája van most. Hát szóval akkor nem kéne rajta semmilyen elmemágiát alkalmazom. Hát figyelj, mivel asztrális, mentális, meg mentális... Te kiderül, hogy a rosszára alkalmazom. Tehát asztrális, mentális ellenállás az annyit ír rá, hogy immunis, meg a méreg ellenállásra is, ezért így hiába próbálsz. Tehát asztrálisan, mentálisan zéro. Tehát bármit is csinálsz rá. Akkor Balázs ötletét gyújtsuk fel. Amúgy én tudok meditálni, hogy több manám legyen? Tudsz, igen. Meditálni. Jó, mennyi időt vesz igénybe? Érték, támadó érték, plusz 10 évenként egy. Mit akar? Mi van? Bubi, Kir metódusnap színén nézd meg, hogy milyen, hogy tudod visszatölteni a manádat, és mondd, hogy melyikkel szeretnéd, mert többféle módszered is van. De most a messze van. Hát, amíg Geri gondolkodik, addig nyugodtan van annyi idő. Jó, meg hát úgyis hozzá kell szokni, érted, hogy keresgélni kell a varázslatokat. Tudom. Kirmetódus? Igen, a pszichénél a kirmetódusnál lesz majd valahol az elején. Most itt legeljük a szerencsét, ha egyek és sikeres tagadat. Megvan. És csak megrohagyja az áldozat lábát, és annál fogva körönként egy méternyit maga felé vonszolja.
miközben az ágat tovább távol. Abban az esetben, ha több élőlény kerül egyszerre a területre, a szabad a támadásait legjobban kihasznál. Jó, nem, nem olvasok hangosan, jól van. De Balázs ötlete jó? Egy újítás, meg a, meg a izé, meg a kivágás. Ja, van olyan, igen, nagyon tudom. C-pontokat manára váltom. Igen. Eddig jó. Hát együtt találtam. Jó, kezdte alkalmazott, hogy a szívpontjedet átváltod manába? Igen, csak a kírt tudom használni. Csak, hát a kírt meg, a, meg az alap szív... Tehát a szlen, az szlenen... Általános. Tehát az általános, igen, tehát a szlenen kívül mindent. Oké. Okay. Jó lesz ez? Jó lesz ez, jó. Akkor azt, azt a maradék 5 manapontodat, amit, amit el, elhasználtál eddig, akkor azt ugye a pszíből, tehát akkor visszatöltöd a 10-et, a pszíből így levonod. A pszíből meg 12 lesz. Ja. Yeah. Ez korrektnek hangzik. Jó. Fú, te ilyen sok, ilyen hosszú a vámpírfa? Vagy most... Igen, kurva hosszú, nem olvastad már végig? De, végig olvastam, csak nem emlékeztem rá, hogy ennyire hosszú. Hát a levéltől is fosni kell, nem szabad a közelébe menni, úgyhogy igazából azt is megtehetem, hogy tűze ura, aztán magamra hozom az a fókuszt. Azt megölelem a fát, vagy nem tudom. Végül is nem hangzik rossz ötletnek. Vagy pedig csinálok egy... Fel akarjuk gyűjteni az erdőt? Nem tudom, nem biztos, hogy fel. Egy levél 1K10 per 2 FP-t sem. Az jó, nem? Az igen, az... és elkezdik szipolyozni a vélet, hogy eltalálnak. Igen. Az itt tök jól hangzik, nem? Ember, távolság... Van valakinek híja? Nincs. Az így nyert FP-ket, a fa megkapja épít. Ez így van. Ugye tök jól hangzik ez a vámpírfa. Geri egyről látjátok a Gerit így fogja így a fejét, érted így igen, vámpírfa, és így egyre jobban leizzad, egyre jobban remeg a kezem, hogy úristen, bazdik, igen, úristen, igen, Jézusom, bazdik, hogy ez tényleg az. Ja, várjál, elátkozott mindig, bocsi. Hallod, tudom, mi jutott eszembe? Igen, mi jutott eszembe? Hogy az a pincér legyen, nem jön vissza. Hát ez valószínűleg, igen. Hova küldtem tehetetlen? Honnan tudhattam valahogy az erdőben? Hát de hol máshol lenne a gyümölcs, bazzik? Mi van itt a piac? Hát de most hol van a legközelebb? Jó, tehát a levelektől nem nehéz legalább megszabadulni. Uh-huh. Persze mondani könnyű. Igen. Mi lenne, hogyha elvakítanám a fát? Pláne, hogyha az ember közben a földön fekszik. Ja, főleg, hogyha még rácsavarodik a lábad. Gyökerek fogják, az ágak meg csapkodják. Egyre jobb. Hát akkor ott vagyunk, Rép. Tiszta jó egyébként, hogy van egy varázslónk, aki tud tűzgolyókat dobálni, vagy robbantgatni rá, meg van egy tűzvarázslónk. Szerintem törzsén sebezít csak vágó fegyverekkel van. Lehet. A kéreg esefélye 5-ös. Nem értem, mit aggódunk, menjünk oda, győzzük le. A felszentelt mágikus fegyverek duplán sebeznek rajta. Van egy papunk. Aki most nem ér rá. Igen. Jelentkező és élő az. Ja, hát akkor én megkeresem a főfaszt itt az izénél. A... Az aktuális egyháznál, mert biztos van ebben a faluban, vagy nincs. Nem, nincs. Én az izét akarom megkeresni itt a polgármestert, vagy a főembert, aki itt a falut. De miért? Oda megyek rányom. Meg az, mondom, meg az erdőt. Mondom, meg az erdőt akarja. Mit tudom, hol van? Ember, helyszíre... Jó, nagyon ügyes vagy, de én most nem akarom, ezért nem azzal akarom mondani. Nem azzal akarom. Istenem, hogy pont veled szóval kerültem igen, egy csapatba. Szóval kell a Gerinek a polgármester. Jó, tehát Geri azt mondja... Neked a polgármester? Hát, hogy felnyújtatom az erdőt. Talán azért. Ez mondjuk nem egy rossz döntés, én ezzel egyet tudok érteni. De arra nem gondoltam, hogy el tudom oltani, hogyha felgyullad? Nem. Bocs, már kicsit mélyebb a tudásom, mint a tiéd. Hát jó, mert ezt honnan tudja? Bezei mágus. Bezei mágus. Bezei mágus.
Most az a kérdés, hogy ezt kire mondta. Fun fact, Geri is el tudja oldani. Amúgy igen, de amúgy nem tudom elmondani, mert nem lesz utána maná, miután felgyújtatom az egész erdét a kérdőt. De el tudod nyelni, nem? Csinálhatok egy végtelen bénulást a gyerdőre? Hát igen, de akkor meghalok igazából, és hát csak elájulok. Vagy átváltoztathatom bogára? Nem, mert a személyes abura elvédi. Gergő, átváltoztathatok bogára? Nem. Kérlek. Úgyhogy a személyes abura elvédi. Nem. De hogyha megkérem rá, akkor a személyes abura nem. El... Igen, de azt mondja, hogy nem. Úgyhogy, tehát érted, nem egyezik bele. Tudom. De nagyon jó lesz. Végül legalább valami értelmes életet. Oda tartom a pengémet a torkához, mondom nem! Hát a kurva életbe. Tényleg oda nyújtottad? Igen. Most megbasszak. Fogom, lerakom a kardomat, azt megyek inkább a polgármest az főfaszhoz. Jó, Geri. Nem, a szememet, hogy milyen idiótákkal vagyok. Megjön önkre. Igen, Bubi. Bubi. Megyek Gergővel a polgármesterhez. Jó, oké. Balázs. Hát rákérdezek a papnőnél, hogy tudok-e valamit segíteni. Azt mondja, hogy nem köszöni, hogy most el lesz ezzel egy pár óráig, az biztos. Úgyhogy nyugodtan csak segítsen a többieknek. Hát akkor megyek a többiek után. Akkor mentek a többiek után. Na, szóval közben ti megtaláljátok igen a polgáros mestert. Én mondom a polgármesternek, hogy hát hallott a mai esetről, nem? Hát persze, mert hát ő is itt volt, igen. És szeretne egész... még több esetet? Hát nem nagyon, igen. Akkor felgyújthatom az erdőt? Az erdőt? Igen. Az egész erdőt fel akarja gyújtani? Esetleg. Hát de az erdő tűz az átterjedhet ide hozzánk és a faluba. Ezzel megölve minket is. Nem, mert itt van Bubi, és megakadályozza. És ki az a Bubi? Megfelelő vagyok. Mi lokális varázslónak. Én vagyok a mezei varázslónocsokon. Hát nézzék, ez a legnagyobb jaj. Most ne arra gudjanak, most tényleg, hogyha ölök így nagy varázshasználók, így ugyan, hogy ez a legjobb ötletük, hogy felgyújtják az erdőt? Nem, nyilván nem, vannak különböző mágiák, csak ez az idióta nem jutott el odáig. Figyelj el. Igen. Fát hogyan pusztítja? Tűzzel, nem? Hát de most igen, miért kellene egy fát elpusztítani most? Ezt így nem értem. Azért, mert egy olyan fa, ami kiszívja az emberek életeleit, meg bármi, ami a közelébe kerül. Ezért gyújtjuk fel az egész erdőt. De arra, hogy itt a déli városalamokban van egy ilyen fa, az mi erdőnkben, ami kiszívja az életerőt az emberekből. Igen, hát látja a kislányt, hogy milyen szarú van, az halálán van. Jó, hát figyelj, hogyha nem akarja élni, akkor jöjjön, nézze jó, meg! Jó, fogunk akkor még pár embert, és akkor menjünk, jó? És hogyha megbiztosodott róla, hogy tényleg egy fa az, akkor felőlem jó, áldásom rá, de azért végig csak egy erdőtűz, meg egy hasonló. Először azt mondja, hogy bizonyosodjunk meg róla. Hát, na, tehát... Uram, nem lehet erről csak úgy megbizonyosodni, ha ott vagyunk, akkor már harcolunk. Én meg tudok róla bizonyosodni, de akkor adjatok még egy napot. Még egy napot? Igen. Bocs, a te felettem. Vagy legalább... Nem fogjuk pocsékolni az időnket, elmegyünk akkor nélküled. Hát nem úgy, hanem hogy oda megyünk, és akkor utána még egy nap. Oda mész? Harci szituációba kerülsz, aztán hazamész? Igen. Ezzel csak feldíkíted. Dehogy is. Te hol tanultál? Na, szerintem is. Kordamba. Azért megtaláltam. Egyetlen fontos mondatot írt fel, érted? A karakter lapjára. De azt is most így elfelejtette. Igen. Bárki kérdezi. És így oda van írva 2 pontot. Orda. Szóval, akkor mi a tervetek? Tehát akkor mi a terv? Bízunk egy olyan emberben, aki tele van égés és érvéssel? Egy tűzvarázsolat? Hát azért mondja a polgármester, hogy ő így nem nagyon szeretné, hogyha
hogy ez lenne a... Tehát úgy jó felőle, hogy lehet, föl lehet gyújtani, de ez mondjuk legyen a D-terv. Vagy az E, vagy az X. Ezért ne aggódj. Jó, csak egyszer tudom felgyújtani, úgyhogy... Hát nyilván, de hogyha már igen... Bubi is rá tudja gyújtani, mészet meg elég olcsón. Igen, és el is tudom oltani, mivel legyen olcsón. Akkor én felgyújtom, te elolt. Miért gyújtottál az erdőt? Csak azt az egy fát kell lesedezni. Annyira bírom, hogy itt vannak ilyen hatalmas nagy ilyen mágusok, meg tűzvarázslók, érted, vazzeg? És a legelemibb dologra gondolnak, érted, vazzeg? Most bocs, de egy parasztagyával gondolkodtak. Mert hogyha nem lennéd semmilyen varázs használó ember, akkor tudod, mit csinálnak a parasztok? Fognak és felgyújtanák az erdőt, mert nincsen semmi ötletük, érted? Mert nincs semmi hatalmuk, de nektek de van, baszod! Fel akarom gyújtani az erdőt, nem csak azt az egy fát. Hát nyilván, tudom én azt, de azért lenni, hogyha tervet készítenétek, így beszélni, hogyha már tényleg van egy kurva vámpírfátok, vagy akármicsoda, mert amúgy most, oké, Geri talált valamit, hogy vámpírfa, de mi van akkor, hogyha nem az? Tehát ez így fel sem merült bennetek, mi hogy más, mi más tett a szavihet? Mi van akkor, hogyha nem is egy vámpírfáról van szó, hanem valami... másik fa van? Hanem, hogy megeszed egy bölcsét, ezt találtad. Érted, nem biztos, hogy vámpírfa, lehet, hogy valami más. Lehet, hogy valami olyasmi, amit én találtam ki. Érted? A jelenlegi tudásom alapján biztos... Szabi, ez most csak azért van, hogy összekeverje minket, úgyhogy... Ugye, így is össze vagytok kavarva, szó tök mindegy, ezen már úgy tudom segíteni. Nem vagyunk, hogy nem segít, ez ugye, van. 20-as meg a 18-as intelligencia, egy tűzvarázslóban azért vitatkozik az utcában, azért, hogy felgyújtsuk... Milyen 14 kis? Jó, bocsánat, igen. Vitatkoznak, hogy gyújtsuk föl a fát, a faszt, nem gyújtjuk föl. Nem, hogyha meg felgyújtjuk, én meg simán meg tudom oldani azt, hogy valami fallant megakadályozom a tűz terjedését. Jó, tényleg? Mekkora fallant tudod ezt megoldani? Hatalmas, orbitális. Na, mondd ezt a varázslatot. Nem, most tényleg, de azért mondom, hogy csináljátok tervet, mert nem vagy az egyen, hogy elmentek, felgyújtjátok a szart, és utána Bubi kitalálja, érted, hogy jó, hát akkor csinálok egy falat. Ja, hogy nem tudok akkora falat csinálni. Így hirtelen majd... Tehát, hogy... De... Igen. Próbálok segíteni nektek, tehát tervet készítsetek, jó? Tehát nem hiába mondom, hogy csináljátok, készítsetek tervet. Mert hogy ne ott kelljen így helyben dolgokat csinálni. Tehát hogy szokták ezt mondani? Tehát terv nélkül oda mennek az emberek is, és majd úgy alakul. Tehát hogy majd... Nem mindegy, nem jut eszembe az a kifejezés. Majd más majd elmondja. Szóval igen, tehát hogy kéne valami terv. Tehát, hogyha ez egy fa, akkor mit csináltok? És hogyha nem fa, akkor mit csináltok? Ha fa, akkor elkezdjük levágjuk, ha nem fa, levágjuk. Na, az Balázstok egyszerű. Ez jó, ha fa kivágjuk, ha nem, akkor levágjuk. Ez az. Né, már az ork az intelligensebb, mint egy varázsló nálunk. Te vagy az egyedüli sima varázsló. Én tűzvarázsló vagyok. Geri szakosodott, igen. Ja, bocsánat, igen. Elfelejtettem mondani, igen. Hogy te neved még Barentlóztam. Bubi autószerelő. Geri csak gumit cserél. De azt nagyon. De azt kurva gyorsan is nagyon. Azt hallod? Az... És jobban, mint a sima autószerelő. Ez nem szarozik. Mint a Verdákban azok a kis szarok, akik lecserélték villámmegyének. Tényleg is megy is. Igen. Jó, Szabi. Igen, én. Hogyha tűzjön az éghető anyagokat, nincs is odaírva, hogy felgyújtja. Attól még felgyújtja, nem? Mit csinálsz? A tűznyíl. A tűznyíl, igen. Mit csinál a tűznyíl? Hát hogyha kilövöd valamire. Igen, kilövöd valamire, rá... Akkor felgyújtja az éghető anyagokat? Ez így van? Jó, oké, csak mert nincs odaírva, és ettől fostam. Hogy így elnyomom, és akkor így semmi. Figyelj, akkor igazából így... nincs nagyon olyan varázslatod, ami... Tehát nincs olyan tűzmány, ami nem gyújtana föl bármit is, igen. Tehát így a környezetében. Jó, csak hogy képesség vagy varázslatokhoz oda van írva, hogy így felgyújtja az éghető anyagokat, ez meg nincsen, és akkor így elbizonytalanodtam. És a biztonság kedvére inkább megkérdeztem. Jó, hát igen, jaj. De igen, neked így mindened is felgyújtja mindent. Helyes. Kivéve, hogyha kék gizével csinálod, fekete lánggal, de... Ez nyilván nem akarod. Tényleg? Igen? Mert a fekete láng ugye az téged sebez. Más nem. Igen. Na, igen. Szóval terv. Mi a tervetek? Mi a... Hát... A fa Gergő felgyújtja. Én törni fogok a védekezésről. Ha nem fa, rájövünk, hogy mi az is megöljük.
Hát vagy meghalok, vagy nem, jó van. Hát nem lehetőleg meghalok. Már le van. Hozzátok az, hozd az embereidet, polgármester. Jó, oké. Jönnek az emberek is. Bobby tényleg tudja, hogy merre van? Uh-huh. Tudja, ja. Bízok benned. Vezei varázsló. Ez az. Na, akkor szépen lassan, akkor elindultok az erdő felé. Mindenki, meg az emberek is. Tök szóval. Te mit csinál? Bobby, fejezd be! Ne legyél fogyatékos. Köszönöm. Szóval... 20-as ékú. Mr. 20-as ékú. Szóval, elindultok akkor igen az erdő felé. Na, kurva nagy a Jinja. Először is. És akkor... Ki megy előre? Balázs. Fene megyek én. Jó. Jó, Balázs mész előre, így... igazából így fölmerül a kérdés, hogy hova faszba is kéne menni. Oké, hogy erdő meg minden, de... Így van, Bubi, te nagyjából tudod, nem? Hát én közben dirigálok Balázsnak. Jó, akkor Bubi közben dirigál Balázsnak. Na, akkor egy olyan pár percet, de odaértek az erdőhöz, és akkor beléptek, és akkor pár percig is sétálgattok, és akkor így elérkeztek ahhoz a bizonyos ponthoz, ahhoz a bizonyos helyhez, ahol megtörtént az ominózus eset. És akkor lényeg, hogy külső szemmel csak azt látjátok, igen, hogy a bokor, amiben valószínűleg ugye volt a kislány, hát ugye Bubi azt tudja, hogy valószínűleg ebben a bokorban volt, mert látta, hogy látjátok a kislánynak látjátok a kislánynak így a nyomait, ahogy így felszántott a mindenséget. És láttam, és akkor így felé van egy fa. Hát van fa is, igen, meg és egyértelműen ott van, hogy melyik dom. Fa? Nem, egyértelműen nincs. Meg van egy ilyen kis dombocska is. Jó, hát akkor ki akarja elkapatni magát egy vámpírfával? Ezt komolyan megkérdezted? Igen. Jó, akkor most dobok egy akarat előtt, hogy bevágja meg egy rémet. Dobjál. De várjál, most hogyha nem dobod meg, akkor bevágod. Ha megdobod, akkor is. Vagy mi van? Így van. De most ez beszéljük meg most tényleg, tehát most melyik az ominózus pillanat, amikor bevágod? Amikor nem dobja meg. Amikor nem dobja meg? Kurálni próbálja magát, igen. Jó, amikor nem, ahogyha nem dobod meg, akkor bevágod a gerit, jó. Halkan jelzem, 13-as az akarat erő. Jó, hát akkor... Ez 30%, igen. Jó, megvan a tervem igazából. Hát, Geri, repülsz. Dobjak erőt, mi? Hát akkor mondom, hogy később megöllek, te buzi. és akkor gyorsan előkapom a kardomat, és akkor magamra baszok egy 10 órát, köszönöm szépen. Ja, annyit rá, hogy Gergőgyi repülési félúton egy ilyen 10-es lett is előtt. Na, kapásban ugye ott kezdődik az egész, hogy nem tudom, hogy Balázsnak mekkora így a téje, támadó ereje, így fegyvernék, meg gondolom, nem fegyverre akarod dobni. Nyilván nem. Igen. Azt kéne neki. Ja, kéne azért. Ja, az úgy kéne, igen, mert most így fejből én így nem fogom tudni. 46. 46-os, Geri, neked mennyi a védőd? Ugye mondom. 78. Jó, hát akkor akárhogy is nézzük, igen, hogyha most támadás is lenne, akkor is kapna a Balázs egy meglepetésszerűt, meg kapna egy hátulolt is, mert vagy nem tudom, vagy oldalról. Úgyhogy így is, úgyis. Én? Meg nem. A Balázs. A Balázs kapna. Miért a Balázs? Mert ezt mondta. Mert ez gyakorlatilag egy ilyen félig meddig támadásnak is föl lehetne izé mérni, úgyhogy hogy szépen akkor oda ment szépen a Balázs, így megfogott téged, Geri, úgy, ahogy van, te csak így leste, hogy mi a faszom van, és akkor így bevágott téged úgy, ahogy van így az erdő közepére, ahogy így érezte, hogy így be kell téged így vágni, úgyhogy ki szeretné dobni ezt a K6-ot? Mint a sebzést? A sebzést, amit Geri el fog szenvedni ezáltal a röpülés hát által. Hát és... esik egyet még, tehát az esést kéne dobni, nem? Hát de varázslóként nincsen izé esése. Tehát semmi százaléka ügyesség, nincs. Ügyesség, nem? Kapja meg az alapítást. 3%. 3%, amíg most azt megdobhatja felőlem, de hogyha nem dobja meg, akkor meg bekapja azt a K6-ot. Hát azért. Hát majdnem. Hát az majdnem, 97, vagyis a másik irányba azért jó lett volna, de semmi gond. Hát tessék. Jó. Istenem, ennyit kapok. Akkor így annyit kapsz, igen, FP-be. Így az oldaladnak így nekiröpült egy fa. Bocsánat, fordítva, te repültél az oldaladdal egy fának.
És akkor így, sok az így szépen megtörtént, így Pubis így les, Balázs is így arcának így a sarkából így nevet egyet. Mocskos, dagadt orr, bütös szaradban legközelebb megöllek. Jaj, de érdekes. Téged is. Mi van a mágus, nem tudta megakadályozni? Levjatok észlelést. Mindannyian. Jó, mondjátok, hogy... Megdobtam. Jó, igen, Geri, te is megdobtad? Nem. Jó, akkor lényeg, hogy Geri nyilván nem dobta meg, mert ugye ő most így anyázik, mert minden, hogy te mocskos, büdös ork, hogy így mit képzelsz magadról, mi vagyok én, az egész, Balázs meg a Bubi meg így észreveszik, hogy nincs támadás. Oh. Közben a Geri meg ugye mondja szépen a szitok szavakat Gorviki nyelven is, tehát hogy nem tudom, hogy melyikőtök tudja a Gorviki nyelvet, mondjuk lehet, hogy Bubi azt tudja. Mindegy, Balázs, te meg csak így nézel, hogy mik ezek a latin kifejezések, tehát főleg, hogy esetleg, hogy az mit jelent, de mindegy. Így van. De csak így féli, meddig így mosolyogsz, meg közben így azt nézed, hogy így vártatok volna ti ketten egy ilyen reakciót, hogy jó van, így el lett dobva így a Geri meg minden, de hogy így hol a támadás, tehát hogyha tényleg így van itt valami cuszli, akkor így nem kellett volna már a Gerit így megdögleszteni. Erre nem kellett volna dobnunk egy intelligenciát is. Hát... Mondjuk az észlelés... Megvan nyilván. Részen is megvan, hogy nincs, ne nincs támadás. Ne kérdőjelezd meg a kámet. Egyelőre annyi van, igen, hogy ezt mondom, hogy nincs támadás. Na, de Geri ugye ezt nem vesz észre, hanem csak így jön visszafele, hogy a faszom belétek, igen. De ja, hogy jön visszafele, és úgy nincs támadás. Hát sehogy nincsen támadás. Úgy, hogy odavágtad, úgy sincsen támadás, meg úgy semmi. Tehát, hogy így nyilván, ugye, nyilván vártátok volna, hogyha itt van az a vámpírfa, vagy az akármicsoda, hogy akkor támad. Szabi, állj el meg, légy szíves. Én meg vagyok állva. Már egy kicsit. Jó. Akkor még mondhatod, gyorsan mi megkeresem, megint ezt a faszom fel. Jó. Isten, te hogy olvastad? Hát, két szemmel. Na, de mindegy, úgyis most a Balázs... Hogy olvastam? Úgyis most a Balázs meg a Bubi van, hogy ezzel az információval így mit kezdenek? Hát, ez elég fura, nem, Bubi? Hát nem. Megpróbálod a másik bokorba is bedobni? Hát nem. Hát nem tudom, elég messze van, majd ha közelebb. Ja, várjuk meg, hogy fel kell menni, fáradtok. Ahogy a nagyapám mondta, horgászásnál türelmesnek kell lenni. A csali legalább élénk. Nice. És Gorviki szitok szavakat használ. Ja. Na, jó. Meg annyira nem kell érte. Ezek az emberek. Közben így észreveszem, hogy 60 darab levélke van a testemen, és egy szívek kezén. Hát 60 darab levélke biztos, hogy van a testeden, de nem szív semmi. Majd időben majd biztos neked is majd leesik, vagy legalábbis a karakterednek leesik, hogy igen, hogy nincs támadás, meg semmi. Most Gergő akkor ott van a bozótokba és gondolkodik, hogy... Nem, sétál felétek, csak közben gondolkodik, hogy... Csak most lassított felvételben sétál, mert... Kicsit lassított felvételben, mert most megint elolvassa a vámpírfát, hogy mi merre hány méter, mert valamit elfelejtett, csak most nem tudom, mit felejtette. Ám, mert... Valamin lógnak a levelei, azt tudom, ilyen kis... Ágakon? Nem, hanem ilyen... Kocsányokon, vagy nem is tudom, mi csak... Hát igen, kis szarok. Mint minden fánál. 92. oldal. Na, akinek van bestárium, az nyugodtan elolvashatja a 92. oldalon. Szóval nem segítesz, nem vagy bestáriumom. Nem, szépen vedd el a bestáriumot és nyisd meg. De nem jó, megyek, megnyitom a bestáriumot. Nem, mint hogyha lenne legenda ismeretem vagy bármi, de... Hát jó, de a Geri azt ugyanúgy elmondta, amiket bármilyen fa, aminek nagyon vékony levélszárai vannak. Szóval ilyen fát akarsz keresni. Igen. Mi van, neki állunk növényeket elemezni? Hát meg akarod találni azt a fát, vagy nem? Bestiárium szerint... Aminek ilyen fogazott levelű van? Levele van? Szóval a besti szerint 92. oldalon van. Igen. Szóval... PDF szerint meg 48, igen.
Na szóval így Geri akkor így jön visszafelé, és akkor kicsit átveszem most a tafétabotot. Geri jön visszafelé, és akkor mondja, te ostoba ork, ahelyett, hogy engem haigálna, inkább használd az eszedet. Egy olyan fát keresünk, aminek milyen a levele? Most ugye felejtettem. Fogazott levele egy van. Egy fogazott levelű fát kell keresni. Tudod, mint a cápának, vagy ami neked itt van bent a pofádon, jó? Olyan fogazott levelű fát keressél, azért ne engem haigálja. És eddig ezt mondjuk miért nem említetted? Mert elfelejtette. Ja, bocsi, Geri, igen. Tehát... Mert nem vagyok egy kibaszott kis lexikon azért. Igen. A nagy varázsló elfelejt dolgokat. Jó, van ez így. Nem vagyok robot. Ja, mágikus lény. Mi az a robot? Mágikus gólem, vagy nem tudom. Elfelejtő a világában lévő dolgokat. Most kukatok van itt, hogy mi jut eszedbe? Na. A vámpírfa göcsörtös megfekete. Gondolom az erdő nem ilyen. Hát itt a környező fák azok nem ilyenek, igen. Most így körbenéztek göcsörtös, meg feketedett vámpírfogas. De folyamatosan változik. Fogazott levelű fa, az így nem. Kocsányosan lógó. Jó. Na, akkor nézzük. Ezek szerint geci nagy van. Jó, nézzegettek itt tovább. Itt ugye, ahol itt voltatok, itt mellettetek így jobb oldalt volt egy ilyen kis barlangocska, faszod, mi az? Dombocska. Dombocska volt, aztán így nézzegettek itt tovább, meg mondjátok így az embereknek is, hogy igen, hogy gondolom én mindenkinek elmondjátok, hogy ilyen fekete színű, göcsörtös, igen, fogazott levelű fát keressünk. Ki fogják szúrni, igen, mert az összes többi faz nem ilyen. És akkor, mit tudom én, hát egy órán keresztül nézegetitek az összes fát itt a körzetben, de egyik se olyan. Nem illik rá a leírás se, meg nem találtok semmilyen támadást, titeket se támad meg semmi. Mert gondolom én azért logikusan csináljátok, hogy nyilván a támadás helyszínek körül nézitek meg, hogy mi merre hány méter. Mondjuk egy 20 láb sugarú gömbben. Ja, de akkor én... Elmegyek arra, merre a kis csajt húzták, és szólok a többiek is. Jó, akkor tagytok igen mind a hárma, megint. Hát elmegyek egyenesen, konkrétan abba az irányba. Jó. Akkor Geri szépen beáll, egyenesen így elkezd így sétálgatni, így úgy amúgy. Aztán dobja egy ügyességet. Várj. Ez az. Hát, nem dobtam. Jó. Akkor Geri szépen így sétál, Bubi meg a Balázs így egyszer csak azt veszik észre, hogy a Geri így hopp, eltűnt. És közben ilyen hangokat hallottok, hogy valami beszakadt alatta. Geri, te ebből csak azt veszed le, hogy igen, hogy egyszer csak eltűnik a lábad, egyszer csak eltűnsz te is, és dobja magadnak egy D6-ot FP-re, és így beestél valahova. Na, akkor egy egyest így. Akkor jó, nem bezontál, hanem csak így szépen így lehozsoltad így a seggedet. De lényeg, hogy te oda szépen így beestél. És igen. Sötét van. Meg ugye por, meg minden egyéb egyelőre számodra. Többiek ott kint? Nitrog? Hát... Minden oké, Zserikém! Anyád. Jó, gondoltam, most kivételesen segítek, de ha nem, akkor nem. Jó, kintről annyit látok, hogy kurva és sötétség van, meg nem is látjátok igazából a Gerit. Csak azt a kis porfelhőt, ami így felszáll abból a kis lukból, amiben... Kis lukból, hát ja, végülis egy ember méretű luk. Meg a hőfoltját. Meg ugye Balázs igen a hőfoltját látja. Meg azt a vérszint. Igen. Jó. Geri, dobja egy észlelést. De most akartam Balázsról. Jó, nyugi, majd utána varázsolhatsz. Csak egyelőre dobd az észre, és hogyha megvan, akkor mondom. Nincs meg. Nincs meg, jó. Akkor nyomjad, hogy mit szeretnél, igen. Leordítok neki, hogy nem látsz oda lent valamit? Hello? Kussolj már! Én bírom ezt a tűzvarázslót, ez tetszett is. Jó a jelleme. Először is a lángteremtés. Jó, az mennyi mana? Egy. Igen. És azt nem kell formázni? Mit látok? Na. Bármi? Jó. Nem kell formázni. Újjamból kiszívni. Ez mekkora erősségű? Egyes. Vagy nullás. Várjál. Jó, olvassak még kicsit. Apró lángnyelvet talán. Igen. Kész, ennyi.
Hát mint egy gyertya, gondolom. Mint egy gyertya, jó. Akkor annyi a lényeg, hogy 2 méteres sugarú körben tisztán látsz, többit már nem. Ja, hát lényeg, a lényeg, hogy beestél valahova, ez valami barlangszerű akármicsoda lehet. Nézel körbe, hát ugye mögötted fal, balra fal, előtted és jobbra így a nagy büdös sötétség, meg így azt hiszed észre a lábadnál, hogy csontok vannak. Hát ez kurva jó. Gyertek le! Miért mi van lent? Kurva sok csont, meg egy barlang. Akkor gondolom... miért vették le? Hát, hogy megöljük ezt a szerencsétlenséget, ami itt van alul, gondolom én. Mivel itt van a fészkem, mert üdvöztem le, bassz meg! Jó, hát idő, akkor én előveszem a tatyomból a fákját, és meggyújtom kovával is. És azzal, igen? Gyújtószerszámmal, igen. Ja, igen, azzal. Közben levonom a vanámat. Jó, azért vonagasd, igen. És lemegyek Geri után. Mekkora az a lyuk? Hát le tudtok mászni, lefelejtettek. Legalább az orknak több eszemben is lejön segíteni. Jó, akkor... Nem, én felmérem, hogy kell lesz. De mekkora kettő megvan ez? De közben akkor Balázs így elindul akkor így lefelé, fákjástú minden este, tök simán azért leér, tehát ügyesen, okosan, nem is kell dobni semmit, és akkor ugye a fákjáról ugye azt kell tudni, hogy az, a fákja az 5 négyzet, tehát 5 méteres sugárban világít, jó, akkor annyi a lényeg, hogy most jön akkor az új rendszer, mindjárt, igen. Milyen érzésem van a lyuktól? Elnyomtad a pszit? Uh-huh. Jó, akkor azt mondd le, és akkor azt mondom, hogy rossz. Ez az. Nem azért jöttünk ide, hogy babázunk, meg mit tudom én, harcolni jöttünk, hát nyilván rossz érzés van. Nem számítottunk rá, hogy harcolni kell valamivel. Jó. Pillanat. Mindjárt dobom be a képet, mert most már legalább kettelen vagytok. Nice mi? Szóval... azt hiszem ide kell, ugye szerepjátékszoba. Ja, szerepjátékszoba. Életerő pontok éveként. Ezt ha kell, akkor nagyítsátok ki magatoknak. Szóval a lényeg, hogy most jelen pillanatban így az A1-es... A meg a B, meg az 1-es, 2-es négyzetek környékén vagytok. Aha. Jó, és mivel az van, hogy a fákjának ugye 5 négyzet tehát világít be, azért azt jelenti, hogy most ha hitelezzük, hogy a Balázs mondjuk az A1-esen áll, akkor egészen az A5 és az E1 között egy ilyen kis ívben annyit láttok. Mm. És a lényeg igen, tehát hogy... Igen? Nem tudom itt az infralátással, csak hőfoltokat látok most is, vagy tényleges infralátásról beszélünk? Hát hőfoltokat látsz, tehát igazából most annyit látsz, hogy tehát igazából... Van sötétben is 15 méternyire előre látok, ezt írja konkrétan. Jó, hát hogyha 15 méternyire előre látsz, lényeg, hogy semmilyen hőfoltot nem látsz 15 sugarú gömbön belül. Tehát most ebben a képben, hogyha most így nézegetsz, akkor így semmi hőfoltot nem látsz. Jó, oké. Rajtatok kívül. Jó. És akkor még egy kérdés, tehát hogy ki milyen színű szeretne lenni? Tehát van zöld színem, kék színem, van lilám, meg narancsom. Piros az én. Bocsi, de a piros az én leszek, azt lestoppoltam. De már. Zöld leszek, mert ork vagyok. Jó, akkor Balázs lesz a zűd. Geri? Milyen van még? Hát kék, lila, meg narancs. Kék. Jó, kék, Bubi, lila vagy narancs? Nem, narancs lesz az a legközelebbi a piroshoz. Jó. Okay. Nem, a varázslónőm kifejezetten piros dolgokat volt. Jó, hát gondolom. Ő nem tudja, hogy narancs. Ja, baszki. Rossz színnel akarom csinálni. Szóval akkor... Geri lesz itt. Jó. A Balázs lesz itt. Ezt a képet lementem egy új néven. Azt akkor mindjárt dobom be, hogy jelenleg akkor hogy álltok? Jó, meg akkor... Bubi, te lemászol? Vissza tudok jönni simán? Hát most lemászol, vagy nem mászol le? Nem, hogyha lentről vissza tudok kúszni.
Hát azért kérdezem, hogy lemászol most, vagy nem mászol le? Mert így föntről nem tudod megállapítani, hogy most vissza tudsz-e mászni. Lemászol. Jó, így. Akkor mondom Bubinak, hogy dobok fel kötelet, köst oda egy fához, azt engedd le. Jó. Valahogy ki kell jutni majd. Akkor én ezt meg is teszem. Jó. Akkor én... Végre levonszoltad a seg... Még közben mondom. Örülne nekünk, hogy ilyen segget pontoltál volna a fejét. Hát vonszolja le azt a nagy... a halál. Most a szobapocsára vontottam le? Tizen... Ne pofázz, mert belöklek előre. 18 a szépsége, jobb seggem van, mint neked, bocs. Hát igazából leszarom. Hát igen. Anyád is ezt mondta. No. Apád is. Szóval is tettvel. Hol a... Itt vagyok. Na akkor egyelőre. Szóval Bubi narancs, Geri kék, Balázs zöld. Egyelőre akkor ez így van. Na akkor. Mindannyian akkor jól vagytok, tehát Geri is fölállt, leporolta magát, és akkor... Mivel Balázs most a B2-esen áll, akkor gyakorlatilag így a B6 és az F2-ig lát el a fákjájával. Merre indultok, mi merre, hány méter, mit akartok? Mondom, ja, igen, a többieknek, és hogy... a csontok, igen. Mondom a többieknek, hogy orkocskám, gyere mögöttem, én megyek előre. Maradj körülbelül 1 méter távolságban, jó? Csak mert lehet, hogy erre a fákjára még szükség lesz. Ha ennyire előre akarsz menni, menjél. Hát jó, csak hogyha egy fa, akkor nekem van a legnagyobb esélyem, hogy túlélem, mert igazából... Egy fa a föld alatt. Figyelj, bármit elképzelhetsz. Ez az átkozott vidékekről jött, tehát... Na, menjünk. És én merre menjünk? Hát, lényeg a lényeg, hogy most ez a pillanat, amikor itt álltok. Na, és akkor mindenki választhat egy négyzetet, hogy hova akar tovább mozogni. Hogy melyik lesz az a négyzet, ahol esetleg elkezdene nézegetni. Ja, amúgy meg igen, ti is akkor közben észreveszitek, hogy hát azért csontok vannak itt ide lent. Asza. Amiket? Nice. Emberi csontok? Nem emberi. Oké. Okay. Ez hihető. Ezek ilyen pici csontok. Ránézésre, picibb. Tudok rá emlék olvasást tenni? Mire? A csontokra. Nem. Ott a folyosó. Menjünk arra. Azt nem látjátok. Akkor... Odaig nem láttok. Nézzünk körbe a terven akkor. És keressük meg a folyosót, ami jó, kimegy. Azért mondom, hogy ki merre megy. Merre indul el. Hát Geri megy, a Geri azt mondta, hogy ő megy elő, én menjek mögötte 1 méterrel, akkor követ. Jó, akkor merre indulsz el, Geri? H1. H1. Jó, H1-ig akkor lemész odáig. Jó, többiek meg követik. Liba sorba követitek, vagy nem tudom milyen sorba? Én letennék egy védő varázskört a ponton, ahol vagyok. Miért? Egy tűzvédő varázskör. Miért? Esetleg úgy alakul. És jó, mennyi marad? Mondd az értékeit akkor. Ha ez van meg... egy olyan érzés, tehát, hogy Bubi most azt hiszi, hogy ez működik egyféleképpen, és kiderült, hogy nem. Egy van a pontban. Azt mondom. Jó, tehát ezt hogy csinálod? Tehát elemi tűz? Vagy mit akarsz? Tehát milyen védővarázs izét használsz? Egy elemi tűz, hogyha az ellenség belelép, akkor... De Bubi, ez nem így működik. Tehát mondd, hogy mit teremtesz, és mibe formázod. És egy védővarázs körben érted. Aurába, kupolába, kardba, falba... szőnyegbe. Vannak iskolái, tudod? Egy varázskörnek. Tehát kört nem tudsz. Bubi most a varázsköröket nézi, és valamit nagyon elnézi. Azt is szerintem nagyon elnézi.
meg szerintem annyi mana... Varázsköbbe beleraksz egy varázslatot, hogyha valami történik, aktiválódik, és akkor azt a hatást fejti ki. Akkor beszéljük meg. A védővarázskörök gyakorlatilag úgy indulnak, hogy 30 mana pont. Plusz az, ami oda van írva a védővarázskőhöz. És annyi mana pontod nincsen. Szóval ezeket a varázsköröket ez így kapásból mínusz. Akkor nem csinálom. Meg amúgy is ezeket rajzolgatni kell sokáig. Jó, tehát Bubi, mit cselekszel? Mész a többiek után, vagy ott állsz még az A1-en? Nézem, hogy a többiek, hogy mi tetszik. Hogy mi merre, hány méter. Jó. Közben. Az igen, jó. Az korrekt lesz. Mi? Ennyi fa bárkiteket az alatt. Dehogy is. Nem. Na, akkor a Geri meg a Balázs dob egy észlelést. Ah, fuck. Nincs meg. Megvan. Nagyon jó. Akkor dobok egy darab D2-est. Egy. Ja, izé. Meg perer. Az R betű kimaradt belőle, bocsánat. Ennyi szó, hogy... Kettes. Jó. Na, akkor... Csak Geri. Igen. Azt hiszed észre, hogy ahogy mész így lefelé, így a falon, a kőfalon, mint hogyha megmozdult volna valami. Erre hát te azt cselekszed hoz, hogy? Hát megnézem, hogy mi a fasz volt az. Ennyi? Először is. Jó, hát, oké. Okay. Meg elirántam a kardomat. Jó, akkor ez legyen úgy. És szóval... ha Geri előrántja a kardját, akkor én arra mikor tudok reagálni? És mondom közben a Balázsnak, hogy valami megmozdult ott a falon. És meg kell keresnem, mert már elgörgettem, bazd meg. Én meg elkezdtek utánok menni szépen lesen. Majd mindjárt. Okay. És ránthatok én is kardot azért, mert Geri kardot rán? Nem. Még nem, mert ez egy tized másodpercnyi, tehát itt most a Gerinek voltam így a kíváncsi, hogy vajon mit reagál erre, de reagált rá. Ó. Mindjárt beírja. Per 1D 100 plusz 8. 164-es támadás a Balázsra. Igen? Mhm. Uh-huh. És mi? Majd azt mindjárt mondom, csak először a Balázs... Ez erőteljes túlütés. Erőteljes túlütés? Az úgy nagyon nem lesz jó. Hey. Én mindjárt megnézem a sebzést, azt mindjárt mesélem tovább. Csak tök jó lett volna, hogyha nem görgetek el annyira. 166. Ja, mert majd én elgörgettem a Vampire Fáig. Tehát nem az. Hát... Majd kiderül. Talán. Hogy mit hoztam létre, vagy mit nem hoztam létre. Jó. Igen. Lalalalalala. Igen. 1K6 a sebzése. Jó. Per RD6. Akkor ez megy épére. Mhm. Az egy. Na és akkor következő a történet, hogy szépen így Geri ment így előre, észrevette, hogy megmozdult valami a falon. Ennek következtében ez a valami nem kapta meg a plusz 30-as meglepetésszerű támadást, mert lereagálta a Geri. Mert mondtad azt, hogy szólok a Balázsnak is. Ahogy ezt nem mondtad volna, akkor megkapta volna a plusz 30-at, mindig így is, úgyis izére átment. És lényeg, hogy egy mint a fának így a gyökere, úgy ahogy van, az így elkapta így a Balázst. Tehát egy az, hogy ráütött, kettő az, hogy gyakorlatilag a lábánál fogva elkapta a Balázst, és most így húzza úgymond a falhoz. Úgyhogy ennek következtében most az van, hogy a Balázsnak... Erőpróba? Erőpróba, hogy ki tudsz-e szabadulni, igen. Vagy levágom. Igen. A lábát.
Jó, akkor lényeg, igen, hogy ez ahogy így csapott, és így körbe tekerte, úgymond, vagy körbe akarta volna magát így tekerni a Balázsnak a lábán, így egyből így erővel is így el is rántotta onnan. Úgyhogy, ja. Úgyhogy ez így ennyi. Úgyhogy mindjárt rajzolom a szituációnt. Szóval, a Geria ugye a kék. Ez így van? Yep. Aki már a H1-en van. A Balázs van a G1-en, gondolom én. A Bubi van az A1-en. Az a kis valami, meg mondjuk lesz az... Nem ott, bocsánat. Ja, hát akkor az is lesz úgy a G1-es környékén, akkor inkább az F1-re rakom, hogy jobban lehessen látni. De lényeg, hogy ott a falon van. Így, né? Basszus kulcs. Szerepjátékszoba. Igen. Igen. És akkor ezt ide be kell dobnom, ezt a képet, hogy jelenleg ez a szituáció ne. Nice. Akkor az úgy ottan van-e. Na, és akkor harci kör van, úgyhogy kezdeményező dobások jöhetnek. Ez az. Mert ilyentől kezdve akkor első kör van. D10? Ja, D10 meg a kezdeményeződ, meg ugye a fegyver, ami a kezedben van. Ha meg nincs... Amit még most rántok elő, szóval. Amit akkor most rántasz elő, de... Ez... 27 így összesen. Lázd meg, hogy mindig elkúrom. Nem teszek bele a szó között. Szó között. Jó, nekem 30. Bubi. Köszönöm. Kezdeményező. Még. Mert harc van. Azt hiszem 14, ja. A fasz másfél közös karddal. Akkor... Ó, ez az én vagyok a másik. 18. Na akkor kinek mennyi? 18. 27. Akkor először én vagyok, aztán a Balázs, aztán a Geri, aztán a Bubi. Jó. Akkor megint támad ez a gyökér csáp. Megint a Balázsra. 92. És most nem talál. Jó, akkor most nem találta. Jó, akkor jön a következő ember, aki a Balázs, ugye. És én támadok, komolyan? Ja. És akkor D100-zal dobok, ugye? Ja. Ja, ez így ennyi. Mesterfokú vagy? Igen. Jó, akkor pont megvan. Akkor sebezz le. Jaj, ezt nem adtam hozzá azért. Nem, várj, nem mesterfokú a hosszú kardom. Nem mesterfokú? Nem, ez a sima alapfok a hosszú kard. Jó, hát akkor nincs meg. Amint meg se, el se találom? Nem, akkor el se találod. Hát ez így szépen olyan, mint egy ilyen... Tehát a gyorságából fokadóan így össze-vissza így csapkod meg mocorog jobbra-balra. Nice. Úgyhogy, ja. Geri? Hát először megnézem, hogy ez hova vezet, és hogy van-e még több gyökérke. Szóval akkor nézelődsz először így körbe. Hát felmérem a terepet, hogy van-e még? Hogy ne legyen meglepetés. Meg hogy merre vezet a gyökérke. Hát a gyökér az megy fel így az oldalsó falon egészen föl az izébe, a plafonig. A sötétbe. A sötét plafonig. Érdekes. Uh-huh. Ja, hát akkor rábaszok csak. Jó, dobjad. Plusz mennyi? 13... 38... Mi a rákordi? Nincs meg. Bubi, te gyűsz! Maradt meg valaki, akit sebezzük el? Igen. Az az egy gyökér. Igen. Ami össze-vissza csapkod, és sajnos a Balázs, a Geri nem tudja eltalálni.
Akkor... Majd tűznél legyen. Vagy nem. Balázsra teszek egy aurát. Miért? És erről informálsz előtte, hogy vele egy... Az nem kell informálni, ez ellen nem véd a személyes aura. Nem? Nem. Egy tizet nyilván. De megvárjuk, hogy milyen mozaikokat akar összerakni. Azt már legalább tudjuk, hogy aurát akar. Az aurát úgy kell nézni, hogy hány kilós a Balázs? Nem. Azok, szóval egy... Ja, mert vannak itt ilyenek is, szóval egy... Szóval egy erősségi rakok rá. Miből? A tűzből. Tehát egy egyes erősségű tűz aurát raksz a Balázsra. Ne, legyen kettes, két manapontért. Tíz manapontért? Kettőért. Ja, kettő manáért, kettes erősségűt. Jó, és akkor ez meddig fog tartani? Ez egy szegmensig. De gondolom, hogyha a kettőt... A varázslás ideje igen, de hogy az időtartama, hogy ez meddig fog tartani a Balázson? Hány körig tart? Hát, ha csak simán aura és nem erősíti, akkor két kör. Jó, akkor két körig. Akkor ez így lesz? Jó, akkor vondd le a manát, és akkor Balázs rajtad megjelent egy tűz aura, ami majd következő körbe, meg az azutáni körbe is még rajtad lesz. Tehát a második és harmadik körbe rajtad lesz. Jó. Nagyon jó. Na, akkor mindenki... Ja, nem. Bubi? Tehát neked most ez eltelt három szegmens, csinálsz még valamit? Még van 7 szegmensed ebbe a körbe. 7 szegmensnyi varázs időd. Egyes erejű tűz ilyen. Elmegy odáig? Ő legel. Jó, dobnod kell támadót akkor. Az mennyi? Hát az alaptámadót meg egy D100. Csőzzük kell. Tűzni jönnál. És csak nálam van? Nem, elvileg. Hát mindegy, most a támadás is nekem bőve jutató, hogy mindegy. Mennyi ez? 35. Jó, meg akkor hány négyzetre van tőle? 1 négyzet, 2 négyzet, 3 négyzet, 5 négyzet, 6 négyzet. Hát akkor ez pont nem. Mert ugye 30-as véd kap ugye távolságból, meg ugye... Tehát nem, 30-as ugye alapból a védekezője. Annak az indának. Így célzott támadás ellen, plusz ugye még ugye 5 négyzetre van tőled, úgyhogy ez így pont nem. Hogyha 36 meg lett volna, vagy nem, 6 négyzetre van tőled, igen. Jó, hát akkor ez így elment. Erre a tűznyére nem érve, nem ugyanaz a tűznyére, amit én csinálok? Elvileg de. Akkor még 36 plusz kap célre. Kicsoda? Hát, hogyha célzásból... A 30. Igen. Ezt írja kapásból a nyíra formázásnál. Na, hát akkor... Akkor így most akkor talál, hogyha még plusz 35 ráteszünk, vagy... Hát számolt ki! Minden plusz 35 és számolt. Ja, akkor úgy igen, ja. Jó, hát akkor sebez le, Bubi, azt a K6-ot. Na, szép. Az egyötös. Jó, hát akkor Bubi szépen elvitt. És meggyújtja egy a keret? Na és akkor annyi a lényeg, hogy Bubi akkor vond le a monapontokat. Na akkor ez a tűznyíl közbe talál. Ugye ahogy van. És ahogy így betalál, így elkezd égetni azt a gyökeret, és így pillanatokon belül úgy, ahogy van, így el is ég. Így egy nóra. Annyira, hogy így mellé zuhan így a falnak, és annyi utána már csak ott úgy lángol. Úgyhogy nice. Harc szituáció vége. Nice. Használtam rá a 10 órát. Ja, azért mondom a többi monát akkor így vonogass le, hogy akkor mennyit hát, van. Hát 3 volt összesen. 3 maradt? Az szép. Nem, úgy hattam 3 volt összesen. Akkor 3 volt összesen, akkor maradt 7. Jó. Na. Ezek után mit csináltok? Mondjuk, mondom, hát legyetek résen, akkor.
kardokat mindenkinek elé. Jó, fegyver a kézben, legalább magasabb a védője. És akkor így megyünk tovább, hogyha Bubi is jön. Hát jó, csak nem maradva. Mennyire meg maradsz le? De hát az nem jó, Bubi, ha lemaradsz. Annyira nem maradok le, ne aggódj. Mennyire maradsz le? Egy olyan pár méter legyen, három. Tehát három négyzetnyit. Jó. Na, akkor Geri Balázs merre indult ott tovább? Akkor most vagytok a G meg a H1-esen. Hát én H7 felé megyek. Jó, tehát akkor így körbe így végig a falon. Igen. Jó, akkor... Gondolom megyek utána esetleg egy négyzettel beljebb, hogy többet lássunk. Közben keresem a gyökereket, hogy merre vannak. Jó. Hát nyilván odafigyelek most már. Jó. Oké. Okay. Nagyjából van ötletem, hogy mit kell keresni. Na, akkor Bubi, te hogy közelítesz a többiek felé? Hát, mindig tartva ezt a három négyzet. De nem úgy értem, melyik négyzeteken lépdesz? A közésen. Kódot, Bubi, direkt írtam számokat és direkt írtam betűket, hogy hol mozogsz. Hát... Gergő... Nem marad a háromtól a középső sávon, mert nem tudom, hogy ők hol vannak. Bubi. De nem tudom, hogy hányas kockán vannak. De nem arról beszélek. Arról beszélek, ja. Hogy van ez a szituáció, hogy te az A1-esen álltál. A Geri a G1-esen meg a H1-esen. Most fognak elindulni majd. Te meg azt mondtad, hogy három négyzettel akarod őket követni. Tehát, ahhoz oda kell lépni hozzájuk három négyzetre. Igen. Azaz úgy mozogsz, hogy... legyen akkor D1, és akkor megyek felé. Jó, D1-esre jól leléptél, igen. És akkor a Balázs meg a Geri elindulnak, akkor a H meg a G, tehát a G-nek meg a H-nek így a hetes vonalába, így vízszintesen. Te meg így követed őket. Pontosan ugyanúgy követed? Vagy mögénk jössz? Mögé teszemek. Jó, oké. Akkor, amikor körülbelül így a G meg a H 6-os környékére úgy odaértek, akkor mindenki dobhat egy észlelést. Ez az. Megvan. Nekem nincs meg egy híjem. Ó, basszus, nekem is. Jó, akkor Geri, te azt látod, hogy a G8-asnál az egyik... Várja. G8-asnál, de majd mindjárt is majd berajzolom, hogy a G8-asnál van egy mozgolódó gyökér. Jó, hát akkor én szólok a többieknek, hogy G8 mozgolódó gyökér. Egy méter el előttünk rövid. Igen, és te már ezt mondod. Most magadról beszél? Nem, én máshol vagyok. Igen. Ennyi? Hát... Ja. Szóval megálltok? Látok még valamit? Igen, megálltok. Jó, megálltok, igen. G8-on ugye van valami kis cuszli, igen, és akkor mit szeretnétek vele így kezdeni? Látjuk már a folyosót? Látjátok, igen, a folyosót, hogy így megy tovább, igen. Most már a fa... Most hol állunk? Mindjárt rajzolom. Jó, itt a Bubi. Itt van ez a szar. Úgy. Én ezt lementjük. Nem tudom, hogy kicsit most így lassabb lesz, de ez a rendszer, de legalább követhető, hogy ki hol van. Na. Szóval mindenki a saját színét látja, és így körülbelül így ennyi, igen. Tehát ott a G8-as falnál van egy gyökér, ami mozgolódik. Most, hogy a Geri is ugye szólt, így jobban nézitek, és valóban tényleg mocog, tehát hogy nem annyira észrevehető, de igen, de mocorog, igen. Nagyon, nagyon lassan, meg nagyon nagyon keresett. Tartsd a fákjádat. Jó, kicsit előrébb tartom a fákját, mint egy. Nem az, hogy így, hát így rá, nem? Hát, de gondolom, ha közelebb megyek, rögtön támad.
Akkor add ide. Menjél, akkor még te előre mész, én lecserélem a fegyveremet a két kezesre, amire mesterfokunk van. Ó, hát én akkor fogom az fákja van, akkor próbálom felgyűjteni. Jó, dobjunk kezdeményezőt, Geri. De jó lesz. Nekem 28. Nekem kevesebb. Jó. Kaptál egy ilyen támadást. 166. Hadd nézd meg. Hát, ha nincsen túldobás, de amúgy is az. Az? Igen. Akkor ennyit kapsz épére. Asza. És megragadta a karodat. És húgz magához. Azt a fáklyás karodat ragadta meg, amivel ugye oda így elkezdte előre nyúlni. Hát akkor fáklyát azt így... Nem. Itt annyi van, hogy erőpróba van. Ha erőpróba van, akkor ki tudsz szabadulni, amúgy meg semmi más nem tudsz csinálni. Erre tudok reagálni, úgyhogy megtámadom magát a gyökeret? Megvan. Jó, akkor Geri kiszedte magát belőle. Wow, zsír. Jó. Akkor oda baszok neki a fákját. Nem. Jön a Balázs, meg jön a Bubi a kezdeményezőkkel, hogy vajon ki reagál előbb. Mert most neked már van kezdeményeződ, meg nekem is van kezdeményezőm. Az majdnem... Azt mondja, hogy ez így, most a fakszal a kezemben, ez 25. És Gerinek így mennyi volt összesen? Mennyi volt? 23. Akkor... 19. Akkor eddig Balázs, Geri, Bubi? Itt jó, akkor Balázs, Geri és Bubi a sorrend. Tehát először Balázs leagál, miután Geri kiszabadult, igen. Balázs ezt csinálja. Hogy? Le tudom rohamozni a gyökeret? Hát... Egy méterre van tőled. Nem hiszem, hogy lenne annyi távolságot, hogy így most így hirtelen akkora lendületet kapna, amikor megkapnád a plusz 20-at. Akkor csak gondolom simán támadok. Ja. Semmi bónusz nem jár? Semmi. Szóval 42? Ez már mesterfokú viszont. Jó, és hozzáadva mesterfokú jó, bónusz. Jó, sebezheted. Jó, az szép. Az Balázs nem szarozott úgy, ahogy van. Geri, ahogy kiszedte magát onnan, így fogtad szépen balra, kicsaptad a... Mi van a kezedbe? Fax. Ja, a fax. Jó, oké. Tehát kicsaptad így a kardot. Nem, fax. Tudom, arról beszélt. Falx. Akkor az. Kicsaptad szépen a falxodat úgy, ahogy van. És így mondhatod, hogy na ezt nem. És így odabasztál egyet így a falnak. Aminek következtében a gyökér az így el is halt. Hát meg egy kicsit így a fal is. Kicsit így azért oda sózta neki jó nagyot. Be is gongott az egész létesítmény úgy, ahogy van. De a gyökérnek annyi. Ez az? Az jó. Hét. Jó. Oké, kettő gyökérnek annyi. Már csak 296 maradt hát. Nem. Ugyan már? Végül is a főgyökerét megtépázzuk, az lehet, hogy fáj neki. Sose lehet tudni. Tudok olyat csinálni, hogy... Tehát most látjuk a folyosót, nem ami ott igen, van. Most már látjátok azt tehát a folyosót, igen. Tudok olyat csinálni, hogy bebaszok oda egy tűzhengert, és akkor... Esetleg, ami közben van gyökér, az elég a picsába. De ezt csak egyszer tudom megcsinálni. Hát beszéljétek meg. Tehát... Hát én beszélni akarok. Bubi? Hát, tehát lehet, hogy nem én ott szóltálom. Hát ez egy lehetőség. Vagy pedig amíg vannak gyökerek, addig te tisztogatsz. Én meg ezt a fára használom el. Pont a fára. Jó van. Mondtunk valami 7 órás szünetet, ugye? Ja. Csak akkor így először ezt most beszéljük meg ezt a tervet, igen, hogy Balázsak, mert most már legalább látjátok az útvonalat, igen. Balázs, van olyan lehetőség, hogy elnyomok egy tűzhengert, és akkor az egész folyosót, ami van,
azt úgy végigégeti a picsába. Ez remekül hangzik, de tudsz utána bármi mást használni? Nem. Ezért kérdezem. Hát figyelj, igazából amíg én megyek elől, és erőpróbákkal ki tudok szabadulgatni, 19-es erőm van, ugye? Igen. Tehát amíg ki tudok szabadulgatni, addig nagy baj nincs. Ha nem, ott már van. Ez jó volt. De akkor is tudtok egy tűzilat dobni a gyökérre, jössz? Ja, egyszer tudok tűzilat dobni. De Bubi ezt egy manapontból meg tudja oldani, nem? Uh-huh. Ja. Na. Azért mondom, tehát... Előbb 7 manapontja maradt? Ja, már csak 7 van neki. Ez még 7 tűznyil, meg még újra tudja tölteni pszíből. Igen, pszíből, bőven. Még legalább egyszer fullosra, hogyha nem megy nullára. Jó. Akkor úgy menjünk előre, hogy akkor Balázs vagy elő. Én tartogatom a kis manapontjaimat, Bubi meg értje a vizéket, a gyökereket. Gyomlá! Jó, akkor majd úgy fogtok tovább haladni a folyosón, gondolom. Mm-hmm. Hát, ha már megtaláltuk. Jó, és akkor Balázs, hogy mész a folyosón? E, F vagy G, visszintesbe. Közepén F-en. Az F-en mész, jó. Geri, te? Én mögötte. Átadom a fákját neki. Mennyire mész mögötte? Az nem jó, mert kétkezes a fegyverem, Geri. Ja, akkor közvetlenül mögötte vagyok. Mi volt, tehát akkor egy négyzet. Nem a seggébe konkrétan, de... Nem, hát nem ugyanazon a négyzeten álltok, de igen, tehát úgy igen, igen. Úgy lesz. Bubi, te? Mögöttük megyek. Mennyi négyzettel? 2-vel. 2-vel, jó. Akkor Bubi még pomben van a fákjának a hatósugarában. Jó van. Na és akkor szünetelünk, jó? És akkor innen fogjuk folytatni. Ez jó. Jó, addig pihi. Pihi.